uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Jó reggelt kívánok mindenkinek! 100-assal megint bejebb vagyunk, király! Megbeszéltük, hogy jön, mindenki a késésért, mindenki dob. Igen, volt ilyen? Volt ilyen. Erre nem emlékszem. Így van. Ráadásul nem késtem. Ez az én hangom. Itt vagyok. Aha. Csak most ti mondjátok, levegőt vettem. Mire ti azt mondtátok, hogy jó reggelt? A késésért be. Megelőzted meg. Nem, a késésért mindenki. A késésért mindenkinek kell. Én nem emlékszem erre. De. Ja. Én nem emlékszem. Én veled vagyok, mert ha főleg ha Balázsból kell pénzt kiszedni, veled vagyok, de nekem sincs meg. Ez. Tudod mit? Mondtuk, adj egy 100-as. Ja, várjál, ne. Ha nem, akkor... Haj, gyerekek. Azért igen. Akkor az, viszont azért igen. Akkor viszont, ja, akkor én jaj gyerekezhetek. Te nyugodtan. Ja, jó. Mondhatod a jaj gyereket is, meg a Feri mondhat jó sztorit is. Tehát, hogy tehát lehet bármi, de nem emlékeztem ilyen kollektív megállapodásra, hogy ha később, az viszont minden. Én nem, nekem ez nem rémlik. Az első beköszinél. Tudod mit? Dobj egy 100-as. Ne egyiket nem kell, mert közben eszemült, hogy tegnap bedobott 5 kilót. Volt 5 kilót tegnap, tehát abszolút jó vagyok. Bőven jók vagyunk még. Abszolút jó vagyok, csak nem szívesen fizetek azért, ami nincs benne a megállapodásban. Az igazság az igazság. Az igazság az igazság, hát azért nézzük a tényeket, nem? Hát ha nem volt itt ilyen megállapodás, akkor ne találjunk ki itt ilyen, és holnap feketébe jövök? Vagy mi lesz érted a következő? Hát azért ne, a szürke kapuszt is pulcsiba jössz, és akkor dobj egy 100-ast. Hát azért minden, ne találjunk már ki. Csak úgy. Dobjunk azért, amiért kell. Hú, nagyon nagy köd van, egyébként ez lassította a tempómat, mert a szokásosnál is lassabban kellett jönnöm. Egyébként is nagyon lassan. Ez a köd, ez nagyon durva. Vagy aki benne nagyon van. Súlyos. Aki benne van, hál' Isten nem volt benne senki, de nagyon-nagyon nagy köd volt. Én jöttem fel az aluljáróból, és ilyen Peking feelingem támadt. Tehát körbenéztem, és ami náluk ugye 0-24, most állítólag valamennyire tisztultott a levegő, de körülbelül az semmit nem lehet látni. Nagyon semmit nagy köd az égvel, van. Úgyhogy nagyon-nagyon oda kell figyelni. Az miért ezt hallottátok egyébként, hogy ugye mondták, hogy hát Pekingről állandóan ilyen horrorisztikus képeket lehet látni, hogy gyakorlatilag semmit nem lehet látni az emberekből, mert hogy ilyen 50 méteres látótávolságok vannak, és mindenki maszkokkal a fejükön rohangál, hogy éppen most foglaltak le, nem tudom, cirka 1 millió darab olyan maszkot, ami nem felel meg a szabványoknak, de ettől függetlenül eladták meg. Az már milyen? Hát minden, Kínában mi legyen, igazi vagy eredeti? Hát persze, hogy Kínában hamis. Minden hamis, még az az eredeti. Igen, csak mondjuk ez nem egy, csak ez nem egy vízipisztoly, vagy egy, hogy hívják, egy Louis Vuitton táska, hanem légszűrő maszkok, amik nem felelnek meg a szabványok. Tehát valaki... Mondjuk ezen Kínában nem csodálkozom. Tehát, hogy itt Magyarországon igen, vagy bárhol, de Kínában azért ezen nem csodálkozom. Tehát a hamik ribákcipő... Hogy örülhet annak a profitnak? Ó, de jó, és most jáhá, és eladtam őket is, izé. És ugyan egy pár millió embert megmérgezek vele, de hát, de jó. Hát, maszk ide-oda, ott úgyis előbb-utóbb az ember meghal, mert ott valami olyan brutál, nem látod az eget, de nem, hogy az eget nem látod, 10 méteres látótávolságok vannak. Ott már szerintem mindegy, hogy maszk van vagy nincs, mert a bőröd, a pórusaid, a hajad, a füled, ott mindenhova. Mindenhova megy. Én nem tudom, azt miért nem szabályozzák ott. Most hát gondolom, hogy az egész gazdaság összedőlne. Tehát, hogy azt mondanád Pekingre, hogy na gyerekek, akkor most megállunk, mert na de. Egyébként meg fog halni az egész város. Na de máshol is vannak gyárak, tehát, hogy szűrőket feltenni, meg az egészet valahogy kicsit úgy európaivá tenni, vagy élhetővé, hát azért Amerikában, Európában mindenhol vannak gyárak. És még sincs ilyen smog a gyáraktól. Ők egy picit profitorientáltabbak. Előbb a profit, aztán az elképesztő. Elképesztő. Gondolkodnak. Én voltam Pekingben pár éve, akkor már nagyon nagy smog volt, mondták a repülőn is, hogy készüljünk, meg az idegenvezető is, de akkor mondjuk a fele ekkora volt még, és volt egy 100-200 méteres látótávolságod nagyjából. De már nem láttad az eget, a nap az csak egy ilyen kis halvány korong volt az égen, nagyon érdekes volt, mintha ilyen napfogyatkozás lett volna, olyan fények voltak. És kiértél Pekingből, mert mentél mint a másfél órát, és ezt csak elkezdett tisztulni az ég. Mire a kínai nagyfalhoz érsz, addigra gyönyörű tiszta az ég. És hogy mész Peking belvárosa felé, egyre sötétebb és sötétebb van. Nagyon érdekes. De bőven nem voltak még ilyen fényviszonyok. Reméljük, hogy nem a saját jövőnket látjuk, amikor ezeket a pekingi képeket olyan kicsit. És nem lesz az, mint adjuk az 5. Elem című filmben, hogy az alsóbb régiókban gyakorlatilag már nem lehet látni semmit. Igen. Na, azt írják a hallgatók, nézzük gyorsan, ki mit ír nekünk már ilyenkor reggel. Volt ilyen megállapodás, 100 forint a késésért. Ráadásul én vetettem fel. Azt írja Steel nevű hallgatónk, hogy kérjek rá sólyom szemet, de állítólag ezt én vetettem fel, hogy legyen mindenki dobjon 100-as. A késésért. Én is így emlékeztem, de hogyha még a hallgatók, valaki emlékszik erre, akkor...
Én nem emlékszem. Ír egy másik hallgató. De ezt te írtad, ezt az esetet. Igen, gyorsan megépeltem, gyorsan megépeltem. Gyorsan megépeltem egyet, igen. Na, azt mondja, hogy a magyar közútnál tudhatnak valamit, Hótoló tartja fel a forgalmat a Szolnoki 4-es elkerülőjén. Jó, ne biszkáljuk őket, gyerekek, mert ha meg nincs Hótoló, akkor és leszakad itt a hó, ez, érted? Akkor meg az a bajotok, jó? Uh-huh. Hogy miért nincs ott készülve, a Hótoló. Készülve. Gyakorlatoznak. Igen, ez most a száraz próba. Aha, ez nem? Van a nedves próba, amikor hószálingozás van, a száraz próba, amikor még nincs semmi. Uh-huh. Ez most a száraz próba. Kérjük, ne idegeskedjenek a torlódás miatt, ez csak gyakorlat. Jelzem. Még egyszer, ez még csak gyakorlat. A nem várt havazás megbénította az utat, jön majd a nyilatkozat. Igen, mintha legalábbis májusban. Májusban esett volna. De van egy nagyon-nagyon fontos információt, meg kell osszál velünk, hogyha már van neked információd a dologgal kapcsolatban. Tegnap ugye. Nem tudom, ki tegnap volt a nagy nap. Ja? Nem. Hát ez is tudom, hogy értem. Remélem, ha sem mondok, kislány. Nagyon drukkolok neki, egy utasi árfi kettő legyen. Én biztos, hogy rá fogok szavazni, és buzdítok mindenkit, hogy nyerjen. Na mondjad, hogy? Na, hogy hát elviekben tegnap volt ugye a döntés. Miről? Az MTVA-nál, hogy mi lesz a mi kis dalunkkal, Polgár Petr és a Hungarikul Huna dalcím daláról van szó. Hát tegnap volt ugye a nagy nap, amikor megítélték, hogy kikerülnek be. És nincs lista? Ugye, csomag, nincs. Én nem tudom. Jött ki hát abba, nekünk... top 30, akiket szeretünk? Én, nekem semmi inform nincsen a dologgal kapcsolatban. Polgár nekem Peti nincs. Nem küldött SMS-t nektek, hogy nem. Nem. Aha. Nem, megszakít, vagy lehet, hogy ez már az, hogy megszakította velünk az összes kapcsolatot, már mert kiderült, hogy már mi sem vagyunk elegendőek, hogy az ő egyik dala bekerüljön a dalba. Nem hallottam én semmit, nem tudom. Basszus, nem tudom. Én nagyon izgulok. Most komolyan mondom, reggel felkeltem, és mondom, benn vagyunk, nem vagyunk, ott vagyunk, látom Svédországot, nem látom Svédországot. Hát az még onnan ezért egy nagy ugrás, kettőt léptél azért előre. Nagyot léptél előre. Hát meg tudjuk majd, szerintem már 10 óra előtt ezt tudni fogjuk. Hát nem tudom, amilyen begyepesedett, ilyen végig gondolkodású. Ja. Igen, mert még hátra. Ja, nem. Hát, ha még billeget egy két szavazat. Akkor aranyos bácsik, érted? Akkor viszont nagyon aranyos bácsik, igen. De ismerem az MTV-es közgondolkodás, tehát hogy az elmúlt 50 évben ez nem sokat változott. Úgyhogy félek tőle, hogy azért se a humor, se a tréfát, se a vidámságot, se a másmilyen dalt, és se az Eurovíziót valójában még nem sikerült abszolválni, sem sikerült megérteni, hogy ez valójában miről igen, szól. Nem sikerült belőni, hogy ennek a történetnek miről kellene. Miről kellene szólni, és ez még mindig Magyarország nagy lehetősége a kitörésre, úgyhogy szerintem nincs esély, de meglátjuk, bízunk benne, én továbbra is bízom benne, és nagyon örülnék, ha ott lennénk. A nézők, a közönség, az ezerfejű, az mellettünk áll, mert 274.154-en nézték meg, tehát hogy napról napra növekszik, de úgy ilyen ezrekkel. 274.154. Azért kérdez. Az már nem rossz. Azt az nem kérdez. Rossz. Azt ma is le fogjuk adni. Igen? Hát nézd, olyan is szeretném ezzel. Srácok. Nem tudtok megállítani. Mert azt gondolod egyébként, az a gomba, amit meg kell nyomni. Azt gondolod, hogy ha nem is vagyunk benne a 30-ban, attól ennek lehet önálló élete? Lehet. Tehát, hogy nyomjuk tovább akkor is, ha nem megyünk? Lehet. Szerveződött e köré a dal köré egy külön fesztivál. Igen. Csak ezt adjuk elő, igen. Igen. A Szent Lászon trafiban óriási köd a 67-es úton. Balázs, mikor leszel végre kopasz? Adri kérdezi. A helyzet a következő, december 22-e a jeles nap. Készítettünk már egy promót, hogy hallassátok, úgyhogy hát reméljük, hogy ez már ma megy, de ha nem, akkor majd megkeressük, gondolom nem tudsz róla. Persze. Nem a te hibád, nem csak szükségem, mert messze van. Igen, messze, megértem. Fényévekre vannak egymástól az irodák, tehát Viktor irodája. Azért nem egyszerűen egymást babotlálni. A basszus, azért ezt komolyan mondom, tehát ez egy RTL-ben 4 emeleten 6000 dolgozóval, ez olyan flottul megy, de itt basszus. Itt egy darab folyosó van, de nem sikerül senkinek összeállni a másikra. Milyen folyosó, érted? 3 darab szoba, 20 dolgozó, érted? És olyan lassan megy az információ, hogy nagyon lassan. Nem baj, és előkerítjük. Nem tudom, miről van szó, balítom, jön a 20 000-es. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Mint ahogy nagyon szépen köszönjük azt a nagyon szép kis montást, ami egy picit előrevetíti a jövőt, ugyan fura módon Balázs még hosszú ajra látszik rajta, de egy nagyon kedves hallgatónk, Tomaszowski Botond, illetve a címborái összeraktak egy jegytervezetet a Triola Night-ra.
Havasi Trio Night. Amit azért meg, mindenki tekintsen meg is lájkolja. Lájkolni fogjátok, már alapból nem rohadt jól néz ki egyébként. Na muti, csak fordíts meg. Azt mondja, hogy már fölrögtük egyébként a Facebook oldalon. Maga a király, a Triola királya van ott. De ez hosszú hajjal van még, igen. Igen, ez még hosszú hajjal van, tehát hogy ő még előre vetíti azt, hogy esetleg Feri rágyújthat. Ugyanakkor azért csak mondanám, a rohadt életben eltűnt, hogy... December 38, jól látom? December 36. December 36-ára hirdették meg, mert és ha alul... rendes dátumot ír rá, akkor még valaki elment volna. Igen, ez simán benne van a pakliban. És minden van rajta, szimfonikusok vannak rajta, óriás koronában ott állsz, és alul a névnek a helyén, hogy kinek a nevére szól, mert név szerint fogjuk a négyeket természetesen nyomni, szőröm, nagyuram, vezérem. Vezérem, ezek a megszólítási módok vannak. Zseniális, imádom, hogy így együtt élnek velünk a hallgatók. Jó, hát meg föltesszük a Facebookra természetesen. Na, mutatjuk a tegnapi nap adásából egy pici kis részletet, hogy miről is volt szó, mivel is foglalkoztunk. Ugye talán mindenki észrevette, akinek okos telefonja van, hogy folyamatosan az arcunkba nyomnak kukikat, és próbáltuk megállapítani, hogy mire jó ez a sok-sok kuki, nem akarunk több kukit, és fellázadtunk, hogy ha egyszer elfogadtuk a kukit, akkor ne adjanak nekünk többet, erről beszélgettünk, és megpróbáltuk megfejteni, hogy mi célt szolgál maga a kuki, kinek lesz jobb nekem, hogyha rányomok, hogy elfogadom, vagy pedig az oldal felhasználójának. Erről beszélgettünk tegnap, úgyhogy gyorsan megmutatjuk, hogy mi történt velünk, aztán jövünk vissza még a hírek előtt. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. Apu, mi az a Granny? Hát, az egy izgi. Jogos a kérdés. Az csak egy izgi halszanak még. Igen, ez egy izgi kategória. Na, gyorsan még egy-két közlekedési hír. Budafok a Leányka utcánál valaki villamosnak képzelte magát, felhajtott a sinekre, tűzoltók éppen segítik vissza a helyes útra. Ezt Laci küldte nekünk. Köszönjük szépen. Villamosról csak egy mondat, megint jár a fényvillamos a parton. Aki tudja elkapni a kettes vonala, olyan szép, én tegnap este találkoztam vele, a városban gyönyörű. Figyelj, Miskolcon is van egy, ami egészen egyszerűen lenyűgöző. Ezt nagyon komolyan mondom. Egy piros villamos, gyönyörűen fel van ékszerezve. Az egész konkrétan olyan, mint Bécsben. Nem is érdemes oda menni miatt. Inkább menjétek Miskolcon. Ja, aki snob Bécsben ment, tudjátok. Aki külföldre megy, az a pokol kékköves tűzén fog elégni, aki teszitek a lábatokat. Esetleg ne elmentek a pozsonyi vásárba, vagy a bécsi vásárba. Fúj. Rohadt snobok, fúj! Pozsony még hagyjana, de Bécs! Fúj! A szemét kapitalisták, fúj! Dehogy megyünk oda. Fél itt van pontosan, drága hallgatók, küldjetek nekünk közlekedési híreket. Csak azt, hogy nagy könyv van, azt így ebben a formában nem. Jó? Az nem információ, mert aki ott van, az úgy is látja. Ha meg nem vagy ott, nem érdekel. Tehát ne küldjétek el, hogy nagy köd van a hatoson, mert ez annak fontos, aki arra jár, az viszont nem vak és látja. Ha plusz információval szolgáltok, az viszont annál fontosabb. Jó? Hogy baleset van, vagy kutya van, vagy villamos ütközött bármivel, az oké. De csak az, hogy nagy köd van, kezdenek róla leszokni a hallgatóink, hál' Isten egyébként. Hosszú idő volt, de sikerült őket leszoktatni, hogy ezt így ebben a formában ne küldjék el. Ez pénzkidobás, tehát ezt nem is fogom beolvasni. Na, van ilyen Bécsben? Van ilyen Bécsben? Nincs. Ilyen villamos? A villamoson kandalló van. Érted? Tehát, hogy ez Miskolc. Ez. Mindent itt hagyok, mi Miskolc adhatott. Ez gyönyörű. Most menjen vissza mindenki, aki eljött. Így van, most aki volt Bécsben, az most mormoljon el halkan. 100 milliatyánkot, és menjen Miskolcra. És nézze meg a villamos. Hibáztam. Így, Attila is menjen vissza. Következő fuvar le, a taukcetre menjen. Igen. Szóljon a barátainak. Na, jönnek Ákostól a legfrissebb hírek, aztán jövünk a játékkal, mert a játékra is lehet jelentkezni a héten utoljára. Jó, úgyhogy ha valaki játszana velünk, írjon SMS-t, mi pedig jövünk a hírek után. 9 perc volna pontosan 7 óra. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Azt mondja, hogy Bagaszott Gyöngyös M3-as autópályán jól járható. Darus Tomi küldte nekünk, M0-ás dél felé a Fóti lehajtónál már most baleset miatt áll a sor. Huszi küldte nekünk, Gyula jól járható. Aztán M6, M0, M31 jól járható, tök jó. És Szigetszent Miklóson igen, az M0-ás és a Tököli reptér között a Gerinc úton van a baleset, úgyhogy ott is mindenki. Ott is mindenki vigyázzon. Hogy állunk játékkal? 2-2, kérlek szépen. Ajajajajajaj. 2-2? Igen, ma dől el. Az melós. Hát ne kéne. Be kéne hozni, vagy be kéne húzni, nem? Ezt a hetecskét.
Igen, majd a jövő héten leszünk hallgató barátok. Most ezt húzzuk be. Ne legyünk. 30-szor nem voltunk jó, ebben hát az évben. Igen. És azt hiszem, a hallgatók 10-szer voltak. Hát. Nem, a hallgatók szerintem arra építenek, hogy majd gyakorlatilag az egész évet elbukhatják, semmi gond nincsen. Majd te bedobod a végén azt, hogy na jó, de ki legyen az univerzum császára. Ki legyen a tejútrendszer császára, a galaxis királya. Na, megnézzük, kivel játszunk ma reggel. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel. Hello, azt hiszem, Bence, hello Bence. Hello, sziasztok. Bence. Mit mondtál, Balázs, be kell húzni a hetet? Hát gondoltunk rá, hogy jó lenne megnyerni, igen, mi mindig úgy állunk neki azért, hogy nem szeretnénk, ha elmenne a hét. Hát nyilván. Miért kérdezted, hogy mit mondtam? Hát csak én is hallottam nyilván, csak ez, mondom, megkérdezem, hogy jól hallottam el. Hát ja. Mondom, ezt nem hagyhatjuk mi hallgatók. Hát nem, ne is hagyjátok, persze. Honnan hívtál mi, kedvence? Nagykanizsáról. És kivel szeretnéd zárni a hetet? Hát veled szeretném. Ó, nagyon elszánt vagy, Bence, azt hallom, hogy te most felszívtad magad. Most muszáj. Jól értem? Vagy jól érzem? Igen. Hogy most... Muszáj, más, meg főleg azért is, mert hogyha nyerek egy ajándékcsomagot, azt az egyik barátomnak kell, aki hát igazából nem mert titeket hívni nagyon, aztán én hívtam őt. Ez ilyen lepattintós aranyos, hogy figyelj, nem nekem kell az ajándékcsomag, érted? Én nem telefonáltam, nem, mert, nem, nekem, de... mert nekem már van egy nyakbalkasztom, mert voltam a kitelepüléseteken, Pécsen. Na jó, hát egy nyakbalkasztót azért azt még fel lehet turbozni, hát, azért ez nem olyan. Igen, megmondtam neki, hogy majd, hogyha nyerek, akkor a nyakbalkasztót megkapja, nekem ma úgyis van. De a többit azt elveszett tőle. Hát persze. Na jól van. Oké, Bence, nézzük meg akkor, hogy mire. Megyünk rendben egymással, jó? Rendben. Ezen a szép péntek reggelen. Mehetünk? Mehetünk, persze. Na, Jani? 3-2-1 fejőr. Csak egy kis visszafogott fejőr volt ez. Na, itt vagy, Bence, haló? Itt vagyok. Mesélj egy kicsit magadról, mivel foglalkozol, mit tanulsz? Hát én még tanulok vendéglátóipari szakközépiskolában. Ó, ez jól hangzik. Mi leszel? Pincér? Hát pincér szeretnék, így van. Miért szerettél bele ebbe a szép szakmába? Hát mert igazából más nagyon nem volt. Ott a vége! Ennyi. Pedig olyan szép lassan csomoltam, mondtad, hogy... Csöcsikem. Jó, jogos a taps nektek. Puszika haver. Puszika, nyuszika, tesóka. Neked már van nyakbalkasztó. Ennyi. Viszont azt még fel szeretném mondani, hogyha már nem tudtam játékban, mert akartam beszélni valamiről. Édesem, hát miért nem mondtad? Hát de sajnálom, hogy nem tudtad elmondani. Nem tudom, én se. Hogy nem tudom, hogy emlékeztek-e, hogy volt az a lány vagy csaj, aki a meccsekről gyalogolt le. Igen, ezzel Pécset igen. Volt, igen. Én szereztem neki az ajándékcsomagot, tudjátok. Én voltam az a srác, aki nagyon pörgött. Megvagy, igen. Igen, háromkor indult, és átsétált a meccseken. Jó, mondjuk én nem a meccsekről indultam, de én is akkor én is három körül indultunk el, hogy odaérjünk. Igen. A lányra emlékszem, hát kevésbé, de a lány meg volt, ő elmondta adásban a történetét, így hogy van. 3 órát gyalogolt a sötét. Igen, én emlékszem rá, hogy a lány sztoriának a farvízén beúszva megpróbáltál te is egy ajándékcsomagot szerezni. Hát megpróbáltam, igen. És abból adódóan szereztem ezt a nyakbalkasztót. Lett egy nyakbalkasztót. Meg egy ilyen kézmelegítő a Janitól. Igen. És a jelek szerint ennyi is marad most. Hát így van. Igen. Legközelebb, jó? Jó. Köszi, Bence. Én köszönöm. Sziasztok. Ne keseredjél. Ciao, hello. Akkor tehát ennyi. Hozni a hetet, gyerekek, a végére a kutya fáját. Hát, csak oda tettem azért ezt a végére. Egy fincsi 3-2. Nem adjuk csak úgy oda. Meg kellett ezt húzni. 3-2-vel zártuk tehát a hetet. Ennyi. Mit tudnám mondani? Hova diszkozzuk már ezt a sztorit? Nem, hát most ennyi. Behúztuk, kész. Igen, Szala írja. Na, Bali, univerzum királya, úgysem mered. Na, úgysem mered. Nyuszi vagy megpráj. Nyusz, úgysem mered feltenni az egész évet. Meglátjuk. Messze még a jövőjét. Addig még van más jöhetünk ráadásul. Van egy egész hét, meg egy 3 napos. Föl lehet tenni 3 naposat is. Ha teszel, akkor tedd fel az 5-öset, mert ott legalább, ott nagyobb az esély. Hogy nyerjünk? Hát behúzni, persze.
Hát, vagy csak kettőt. Három naposon, hogyha kettőt elbukunk, akkor megnyerték a hallgatók. Öt naposon, ha kettőt elbukunk, még hármat hozhatunk. Igen, viszont a három naposon, ha kettőt megnyersz, nem kell többet nyerni. Igen. Az öt naposon meg hármat kell nyerni. Tehát ilyen alapon akkor jó, három napos is. Érted? Ügyes. Mert ott viszont ha már megnyertél kettőt, vége. Még ha az öt naposon kettőt nyersz, még mindig elbukhatsz hármat. Ez igaz. Szóval ezt kell meggondolni. Na jó, van 3 perc, pontosan 7 óra várunk friss közlekedés híreket. Kivel mi történt, hogy indultál reggeletek, mi van veletek, mit csináltok karácsonykor, minden nyugodtan megírhatok nekünk, jó? Esztertet is elvittétek ide egy hallgató, így van. Ez ebben a formában abszolút igaz. Azt mondja, hogy Bali, tényleg nem érdekel, hogy Alsó-Nemedén tényleg nagy köd van, de akkor nem írom meg. Köszönjük szépen, ne. Jaj, Isten. Mondok valamit, hogy ne írjátok meg, és csak azért is, tudod, elindul. Olyan, de már elküldöm, vagytok, már most csantok, azért elküldöm. Rossz gyerekek. Csantok vagytok, mind. Ettől azért nem fog megemelkedni a bérnyomásom, tehát akarjátok, küldjétek. De csak hogy nem, de azért. Nem, mert nem az ilyen típusú SMS-ek. Már után már, hogy hívják, 9 óra után 10 percen megint bejön egy ilyen, hogy pedig tudom én, gyomán nagyon nagy a köd, akkor más mondod, hogy most már. A nagy feneköd van, azt nekünk. Azt ne küldjetek. 2 perc, 7 óra jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Őket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk, pontosan 12 perccel. Jó reggelt kívánom minden Morning Show hallgatónak. Az év egyik utolsó péntekje. ACDC át, az talán nem biztos, de az is lehet, hogy az utolsó volt. Egy jó kis lájtos ACDC. Egy jó kis lájtos ACDC szeretjük, de minden esetre most már az utolsó péntekek egyike. Még nem? Egy három. Egy van még. Hát nekünk adásban egy. Nekünk adásban egy, és aztán még kettő, nem? Nem, egy. Dehogy nem. Egy. Kettő. Miért? Kettő. Egy lesz. Több mint egy. Jövő héten van. Hosszú hetünk, akkor a következő hét az már csak szerdáig tart. Igen. Nekünk egy még, egy 25-e. Sürgülődik, stúdióban van. Igen, elsője lesz a következő péntek. Igazságod vagyok. Igazságod vagyok? Igen. Így. Na jó, ezért most dobjál 5000 forintot. Na jó, ezért most álljuk le, húzzuk le a zenét. Igazságod vagyok, nagy uram. Azért, mert valaki másként fogalmaz, mint te, azért ne kelljen már dobni. Igazságod vagyok. Így ember nem beszél a 21. században Modor Márton. Nem. Avittas meg, nevezheted Modor. Igazságod vagyok. De Balázs, nem teheted meg Ferénkkel. Gondolj a családra, tehát hogy a Ferének minden alkalommal dobni, akire egy százast, amikor Modoros, érted, most még egy kölcsönt a Balázs. Van nekünk elég bajt. Jó ötlet volt a bodorosság, jó ötlet volt a provident. Legyen így. Nagy lesz a Czóresz, ha még ezt is bevezetett. Inkább a Czóresz, mint az igazságot vagyon. Az azért tetszik, mert így. Abban van egy kis vagányság, az jó. Belenyúltál a múltnak kutyába, hogy stílusra fogalmazod, és kihúztál egy. Az igazságot vagyonnal, nem? Az is jó, az a Czóresz azért érted. Már majdnem eltűnt. Más kultúrkörre, de visszahoztam, így van. Na, nézzük. Előtt eszembe, jó flódnit azért most megfogom. Nézzük az SMS-eket. Azt mondja, M6-ra hatalmas jobbra tartás táblát szeretné karácsonyra. Írta nekünk egy hallgató. Azt mondja, hogy baj, hát te kopasz leszel, Istenes Bence, és az lesz. Hát ez egy nagyon jó kérdés, nem tudom. Minden esetre él lélekben, fizikailag készülök a napra. Nincs visszaút. Sajnos december 22-e, a nagy nap. December 22-e. Nem, a nagy egyébként nap. Nem lesz kopasz. Nem, mert pontosan ugyanolyan soha nem tud lenni, mint Balázs, ez neki nagy cívfájna. De azért vágatja rövidebbre. Lehet, hogy jönni fog. Jön minden esetre én az leszek. Ha nem is kopasz, de nagyon rövid hajú, egy cent is. Tehát, hogy az már majdnem. Majdnem kopasz. Azt mondja, hogy a Csepel-szigeti nagyközépség úton, aminek a neve az, ami a politikusoknak nincs, a tököli Tesco-tól nagy dugó van. Még nem tudjuk az okát. Üdvi Józsi. Na mi van a Csepeli-sziget nagy középső útján? Mi a neve? Az a Rákóczi, azt hiszem. Igen. És ez nincs a politikusoknál? Ja, nem, azt hiszem, hogy nézd, a lelkismeret sugárút, vagy valami. Igen. Azt mondja, hogy mi van még. Ne küldjetek ködös SMS-eket. Léci. Ne küldjetek, értitek, ugye? Ne! Holnap költözöm haza 3 év után a Snob Bécsből. Itt is mindig hallgatlak titeket mobilneten. Hadd legyek a nap hallgatója. Írta nekünk a nap hallgatója. Az vagy mindenféleképpen tiszteletbeli naphallgatója már egészen biztos. Nem voltam az országban mostanában, ha annyi rásos fogadásnak mi lett a vége, kérdezi Andy. Andy kicsit tényleg lemaradt. Hát
nem maradt el semmiről. Nem maradt el semmiről. A segélykiáltások, a sikolyok és a sírás az december 22-én. December 22-én lesz. A ti válaszoltok részhez kérdezném, hogy Nóri miért van mindig ugyanabban a ruhában. Ezt küld el nekünk 9 óra után is megválaszolom neked, vagy megválaszoljuk együtt. Jó, nagyon szépen. Ma kérdés válasz rovatunk van, régen volt. Múltjét nem miért maradt el? Mert az ajándékokat adtuk át egész reggel. Ja, olyan dolog így volt, amit szerettünk volna eljutatni a hallgatóknak, Karira. Igen, az egy picit fontosabb volt. De nagyon szeretik a hallgatók ezt a hallgatót, mert ugye a legőszintébb kérdések is legőszintébb. És majdnem legőszintébb válaszok lesznek 9 óra után. Rovata. Így van, az rólatok szól, drága hallgatók, azt kérdeztek, amit akartok, karácsonnyal, bevásárlással, karácsonyi ötletekkel kapcsolatban, mit vegyek a feleségemnek, minek örülnének a pasik, minek örül egy férfi karácsonyra, mi az, ami nem számít közösen elégnek. Mindent tudtok velünk beszélni. Na, erről majd beszéljünk, erről a karácsonyi ajándékozásról. Még nem akartam elkezdeni ezeket a nagy közhely témákat, de jövő héttől már el kell elni. Jövő héttől, bajban vagy. Hát már most mondjál valamit. Vásárlási utalvány. Nem tudod, hogy ez... Nem, 10 000-es libri utalvány, azt vesz belőle, amit akar. Így van. Annak van lelke. Jó legyen, Alexandra, mindegy. És mégiscsak könyv, ugye? Beszélünk ezeket a nagy karácsonyi, újévi, szilveszteri, céges bulis témákat a jövő héten fogjuk eldurogtatni, átmegyünk majd az összes nagy téma közhelyen, úgymond. Most még nem akartunk senkit még szorongóbbá tenni, hogy érezze, hogy tényleg jön a karácsony, de jövő héten ezek a témák kihagyhatatlanok. De mit vek a nővéremnek? Igen, ez a mekkora gond ez a pasiknak, mekkora gond a nőknek, hogy tudna a pasi a nőnek, a nő a pasinak segíteni. Nagyon sok ötlet van. Meglepetés vagy nem meglepetés, kicsi meglepetés és egy megbeszélt, egy nagy megbeszélt, nincs meglepetés, semmi. Szóval, hogy vannak témák bőven. Foglalkozunk majd a karácsonyi jövőben. Én már meg vagyok, mert ugye... Na, még nincsenek is leértékelések. Molnár Máté hozott be egy csomó ródos cuccot most a héten, és a nővéremén szerintem nagyon jól fog állni az SS ródpóló. Igen, múltkor is kaptál valami... Mindig kapnak valamit, mindig, és nagyon örülnek neki. Jó, hát figyelj, most is azért vannak itt a CSM megmaradt CSS promóciós pólók. Egy-két nyugilabda. Figyelj, be tudsz itt csomagolni azért. Szerintem igen. Én most a nyugilabdát kicsit eldobtam, úgyhogy... Nem, van, megvan, az még csak. Arra kell majd figyelnem, hogy nehogy véletlenül vöröskeresztes relikviákat adjak majd a sógoromnak, aki egyébként a vöröskeresztnek a véradó kamionjával jár. Arra vigyázz. Boldog karácsony kíván önnek a vöröskereszt, ezt ne add neki oda. A nagyon kellemetlen lesz. Nagyon kellemetlen lesz. De nincs jobb, mint az ingyen repi ajándék, nem? Hát, sajnos már otthon nem tudom elsütni, mert mindenkinek van már Klassz FM-es porniksos bögréje, de annál nincs jobb. Na, egy magyar vonatkozás íról beszélünk, ami nagyon nagy dolog. Talán sokan hallottátok már, Ákos is beszélt róla, hogy Golden Globe-díjra jelölték a legjobb idegen nyelvű film kategóriájában a Saul fiát. És hát ez egy óriási dolog. Mi beszéltünk már egyébként a film producerével, Sipos Gáborral, akit a következő pillanatokban újra felhívunk. Egyrészt, hogy gratuláljunk, kettő, meséljen nekünk a jelölésről, a többi filmről, ami ugyanebben a kategóriában van. És hát, hogy kicsit beszéljünk erről, mert tényleg óriási. Óriási a dolog. A Golden Globe-ra mondják azt, hogy az a szerelőszobája. Tehát, hogyha ott már ott vagy, akkor gyanúsan lesz. Nyilván nem nyered meg attól, de legalább ott toporoz. Sokszor, aki nyer a Golden Globe-on, az nyerhet az Oscaron. Ezt szokták mondani. Igen, ugye az a Hollywoodban dolgozó külföldi újságírók díja tulajdonképpen, ez a Golden Globe, és itt van egy szintén magyar vonatkozása a dolognak, hogy Náva Janikó is benne van a zsűriben, tehát ő is leadhat voksot, és ő is szavazhat. És ez a fantasztikus dolog, ugye Ákos is mondta a hírekben, hogy eddig két olyan film volt, két magyar film volt, egészen konkrétan a Hanuszen és a Rédla Ezredes, amik ott voltak, jelöltek voltak, benne voltak az öt legjobb külföldi film között, de sajnos nem sikerült nyerni. De azért az öt filmben benne lenne. Ez nagyon nagy dolog. Az is nagy. Abból kiindulva, hogy egyébként, hogy mennyi az éves film termés így világviszonylatban, hát ez egy fantasztikus dolog. Fantasztikus dolog. Már önmagában a jelölés is. Tehát mi azért magyarok hajlamosok vagyunk mindig díjakban gondolkodni, tehát hogy vagy megnyerte, vagy nem nyerte meg, de ez már az, hogy ott lehet abban az ötben, ez önmagában is egy felülmutatlan dolog. Igen, ez egy óriási dolog. Úgyhogy beszélünk majd a film producerével, Gáborral, aki mesél nekünk erről. Amerikai filmek is indulhatnak itt?
tudjátok, én filmamatőr vagyok. Hogyne, persze. Tehát, ugye, bár csak tehát a külföldi újságírók szavaznak, de ugyanúgy amerikai filmek is indulhatnak, ja, ja. És ugyanúgy megvan a külföldi filmek, ugye az idegen nyelvű filmek kategóriája, de ugyanúgy indulnak hollywoodi színészek, hollywoodi filmek, és mindenki más. Tehát ugyanúgy mondjuk a Leonardo DiCaprio, vagy az Al Pacino is megkaphatja mondjuk a Golden Globe-ot. Persze, hogyne. Itt filmre, vagy ugyanúgy van, mint az Oscarnál, kérdez az amatőr, hogy vannak olyan kategóriák, hogy legjobb színész. Igen, ugyanúgy. Mindenben van. Aha. Ugyanúgy. És itt legjobb film nevezést kaptunk? Igen, a legjobb külföldi, a legjobb idegen nyelvű film, igen. Menni. Igen, Arany Globusz jelölt. De hát eddig is fantasztikus karrierje volt a filmnek, tehát mióta ugye elkészült, azért azt lehet tudni, hogy bárhol, ahol bemutatták, óriási siker. Úgyhogy ezen biztató volt eddig is. Nagyon nagy dolog. Ebben az évben szerintem, remélem nem mondok vele butaságot, de amennyire én látom, két ilyen film van. A Saul fia és a Liza és a Róka tündér, ami dübörög. Tehát mondjam, hogy hihetetlenül nagy karriert futott be kint is, külföldön is, nem csak Magyarországon. Magyar közönség is szeretett, de külföldön is imádják. Fesztiválra mennek ezek a filmek, és mindenhol tarol van. Igen. Na, úgyhogy hívjuk majd a producert. Fél nyolc után tud ő nekünk nyilatkozni egy kicsit a filmről, úgyhogy beszélgetünk majd vele. Addig viszont valami egészen mással folytatjuk, ugyanis érdekes házi feladatot kapott egy 6 éves kisdiák, és talán ti, drága hallgatóink, akik szülők vagytok, voltatok már úgy, hogy hát tulajdonképpen kapott valami érdekes házit a gyerek, furcsa házit, és vagy nem tudtátok megoldani, vagy nem értettétek, vagy a pokolba kívántátok a tanárt, mert azt gondoltátok, hogy nem ilyet igazságtalan feladni egy 6 éves, 7 éves, 8 éves iskolás gyereknek. Ugyanis a házi feladat egy része, ez egyébként Amerikában történt, arról szólt, hogy hát, írja meg a kisfiú az életének különböző pontjait, és arra szerettek volna rájönni, hogy a gyermek milyen lelkiállapotban van, tehát különböző életérzéseket kellett neki megjeleníteni. És közben kérdésekkel bombázták a gyermekeket, és a kérdések között ilyen kérdések voltak, hogy mi a kedvenc színed, rajzold le, és hogy az a szín az neked milyen érzésről tanúskodik. Mi a legjobb barátod, hogyan jellemeznéd a legjobb barátodat, és miért ő a legjobb barátod, illetve volt egy kérdés a házi feladat között, ami arról szólt, bocsánat, ronda szó lesz, úgyhogy mindenki halkítsa le, ahol gyerek van, a kérdés így szólt a leckében, mi basz fel? Mi van? De jó, végre őszintesség, gyerekek! Igen már! És a szülők egyébként érthető módon felháborodtak, hogy miért kell a gyereknek ilyen típusú leckére válaszolni. Nem, igen, tehát hogy mit cseszi fel az agyadat, csak rondábban szól ez egyébként angolul. Te látod, meg lehet fogalmazni úgyis, ahogy Balázs fogja, hogy miért kellett ennyire durvá megfogalmazni. Hát pont ez, mert csak ezt érted a gyereke. Biztosíték. Valószínűleg nincs... ez az iskola a Harlemben. Igen, én látom, hogy van az angolul, nincs rá olyan jó szleng, amivel ez ennyire kifejező lenne, és az angolok ugye hát nem nagyon cizellálják ezt túl. A gyereknek le kellett írni, hogy mi az, ami felcseszi az agyadat. Aha. Tehát írd le, hogy téged, a szüleid, a tanáraid, a tesód, a PlayStation vagy a tévétől való eltiltás. Amitől bepipulsz, így van. És a szülők kiborultak, érthetően, egyébként nyilván, majd az igazgató írt nekik egy bocsánat kérő levelet, de a szülők szerint ez sem elég. És azt mondják, hogy a kisfiú azt érzi, hogy ez az ő hibája, mert hogy ez az ő házia volt, és a szülők most egyébként hát miatta idegesek, és a kisfiú ezt a lelkére vette. Hogy most ő okozta. Okozta ezt a veszekedést az igazgatók és a szülők között. De akkor meg is van a válasz a kérdésre, hogy mit cseszi fel az agyát. Például, hogyha a szülők beleakaskodnak az ő házi feladatába, azt kikérnek maguknak olyan dolgokat, amik egyébként nem háborítják fel a kisrácot. Őt ez háborítja fel, hogy a szülők állandóan. De egyetlen gyerek se húzta föl magát a megfogalmazáson, elolvasták a feladatot. Jó, hát végre egy kérdés, amit értenek. Na, és ki húzza föl magát? A szülő megint. Most ha a gyereket nem zavarja, nem fér bele? Hát nem feltétlen szerencsés, nem? Hogy ilyen leckét kap a gyerek, hogy írd le, hogy az fel. Tehát, hogy ez így ebben a formában nem biztos, hogy jó. 7 éves volt a gyerek, tehát elsős. Tehát jellemezd azt, amit téged neked felmegy a pumpa az agyadban. Panyész egy ilyet hazahozna, ő most ugye meglepődné rajta, kicsit nem? Nyelnék egyet. Igen. Hát nem tudná az ember hova tenni, nyilván megválaszolnánk. Nem? De nyilván akkor megválaszolni, de lehet, hogy kérdéseket tenni. Nem biztos, hogy értenéd, tehát, hogy ez, de most ez tényleg, ez most komoly, de hát fia, akkor én beszélek Magdi nénivel. Nem írta rosszul Magdi néni. Én nagyon várom azt a pillanatot, mert néhány barátomnak már eljött, akiknek iskolások a gyerekeik, hogy olyan házit hozzó haza a gyerek, hogy te már ne tud megoldani. Ó,
Tehát ez már másodikban egy barátommal megtörtént, vagy elsőben, mert a gyerek olyan kerítésfestős házi feladatot hozott hátra, hogy a kisebb kerítést fest zöldre, a nagyobbat, a kettő között itt pedig barnára, és nem volt értelme a feladatnak, és ilyen szülői konzíliumot tartottak, hogy milyen színű legyen az a rohadványos kerítés, mert nem tudták megoldani. Mondom, hogy küldj át SMS-ben, megnézem, átküldte, sírtunk rajta, nem tudod megoldani a feladatot, mert magának a feladat feladásnak nem volt értelme. Aha. Tehát rosszul fogalmazták. Biztos, meg. Hogy nem, vagy csak nektek nem ment. Hát lehet, hogy lehet egyébként. Kicsit elvéreztünk, érted? 6 éves Marika meg kis Pistike meg úgy berajzolta barnára a középső kerítést. De tényleg mikor jön ez a pillanat, amikor valami olyan leckét kap a gyerek, hogy te már nem tudod megoldani? Szerintem nagyon hamar. Hamar eljön majd? Nagyon hamar. Én ezért azt csinálom, hogy ugyanáig most lett első spanna, hogy minden leckéjét próbálom megnézni. Tehát, hogy próbálok vele fejlődni újra, mert akkor elméletileg azért csak tudni fogod, vagy nem? Akkor is hát, eljön az, amikor kimaradsz valamiből. Együtt végzitek majd az általános iskolát, ez így, ez így konkrétan így meg fog történni, mert kénytelen vagy, mert különben nem tudod tényleg értelmezni a dolgot, tehát neked is egy picit meg kell tanulni az anyagokat. Én tegnap belelapozgattam Virágnak az irodalom könyvébe, és itt elakadtam egy fura módon egyébként tényleg, utána már tudtam értelmezni, amikor először elolvastam a feladatot, nem ment a dolog. Magyarország térkép volt rajta, és az volt a feladat, hogy gyakorlatilag ez egy történelmi Magyarország volt, hogy a történelmi Magyarország térképén helyezd el azokat a mondatokat, amiket olvasol a himnuszon belül. A Kárpát-Szentbérce, na hol a jó Istenben vannak? Hol lehet ez a hely? Ezt el kellett rakni a térképre. Márkás búshadár Bécsnek büszke vár. És aha, akkor ezeket megtaláltad, nyugtass meg. Bécsnek. Hogy az ott ugye én kb. Egy harmadikos általános iskolásnak a szintjén vagyok matematikából, ez nem szerintem nem. Ettől rettegek. És hogy egyszer oda dobja, hogy fater segíts már. Ettől rettegek, hogy a gyerek beállít majd egy matekházba. Ezért most mondom, vettem. Elsőtől minden egyes leckét nézd meg. Mindegyiket. Tehát az összeadástól kezdjem el követni a gyermek matek tanulmányait. Mert amikor már ő elét fogja tenni harmadikos korában, akkor késő lesz. Ott fogsz állni, és nem fogsz tudni segíteni. Hát vagy csináljátok azt, amit én, hogy menjetek egy csérire, és vegyetek egy szakértői bizonyítványt arról, hogy diszgráfiások vagytok, illetve diszlexiások vagytok, és egyébként diszkalkuliások vagytok. És rajtok kezdve feltetek. És orvosi igazolásra? Kénycsem, itt van szakértő, látod, doktor. Megadják orvosi igazolását? Meg lehet, és akkor fel vagy mentve. Igen. Hát egyébként egy gyereket mi az fel? De tényleg. Gondolkodni, az én gyerekem kapná ezt a fönbe, hogy mit írna bele? Tehát miről szólna a lecke? Vehetek csokit. Nem, ő csak, szerintem őt ilyenek, ő csak nem? Azt cseszi fel, hogyha valaki, aki nagyon utal az osztályú jobb jegyet kap, mint ő. Ugyanarra. Nem hiszem, hogy ezért érdekli. Hát érdekli. Szerintem érdekli. Passzus, hogy lehet azt, hogy ő 5-öst kapott, mindent róla másoltam, én meg csak 4-est? A másolás hiba. Azért, igen. Tehát, hogy igen. Akkor mondjuk ez így bosszantó. De hogy? Ugye, hogy bosszantó? Pedig mennyi energiát beletett a másolásba? Igen. Na, drága szülők, írjátok meg nekünk, jó? Hogy mikor szembesültetek azzal, hogy a gyermek olyan leckét kapott, hogy... fogalmatok nem volt a megoldásról. Nem kell, hogy matek legyen. Feltétlen, amit Jani álmodott, az is jó. Irodalom, történelem, kvíz. Mikor volt az első pillanat, amikor tényleg magatokban nagyon-nagyon-nagyon szittátok a tanárt, és azt gondoltátok, hogy merészel a ti gyereketeknek feladni egy ilyen leckét? Egyáltalán a fene fogja tudni ezt megoldani, és ültetek kétségbe esetten a 6-os, 7-es gyermek lecke könyve felett, és fogalmatok nem volt a megoldásról. Az milyen szép pillanat, nem? Mikor 40 éves felnőttek nem tudják megoldani a 8-10 éves gyerekek leckéjét. Amikor azt mondod, anya, csöpög a csap, gyere, nézd meg a leckét, nekem meg kell csinálnom. Nem érek rá. Lepasszolod anyának? Az egy jó megoldás egyébként, igen. Igen. Írjátok meg nekünk, jó, hogy mi volt a lecke. Hát, ha mi tudjuk, ha emlékeztek a kérdésre, azt is küldjetek el, megpróbáljuk mi megoldani. Tehát megpróbálunk belevinni egy csavart, és megpróbáljuk megoldani, ha esetleg megvan a kérdés. Írjátok meg a tantárgyat is,
és hogy mivel nem tudtatok megbírkozni, jó? Várjuk az SMS-eket. Igen, sajnos olyan kreatív kérdések hiányoznak az általános iskolás tananyagban, mint amit az egyik kedves hallgatónk ír, hogy a halálcsillagon van egy női férfi mosdó, ami egyébként engem is régóta foglalkoztat, mert azért egy rómosztagosnak nem egyszerű kihámoznia magát a páncélba, ha kakilnia kell. Bizonyám, ez is fontos. Ha ezt kapta a gyermek, mint lecke, akkor írjátok ezt. És azt is, hogy mi volt a megoldás. Jó, várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 lesz, pontosan 6 perc múlva. Hello mindenkinek, itt vagyunk, és arról beszélgettünk még a hírek előtt, hogy milyen az, amikor az ember gyermeke olyan házi feladatot hoz haza, hogy a szülőnek keresztbe áll a szeme, és nem tudja megoldani. Mert hogy egy amerikai fiú érdekes leckét kapott, egy 6 éves diákról van szó, akinek azt kellett megírni, hogy mi az, ami az a gyerek agyát felcseszi, de nem ebben a formában kérte a tanár, hanem egy ronda szóval küldte haza a kis diákot, és a kis Mason hazament, és nem értették az anyukák, illetve nem értett az anyukája és az apukája, hogy miért kell a gyermeknek azt megírni, hogy mi az, ami fel vagyát a gyereknek. De csak így értett a gyereknek. Hát most hát így értette meg. Srác, nem egy pici baba volt, hanem egy 7 éves. Igen. És kértük a szülőket, azon szülőket, akik ugye hallgatóink, hogy írják meg nekünk, hogy ők mikor találkoztak először megoldhatatlan házi feladattal. Elsőben, másodikban, harmadikban, mert hogy talán elképzelhető tényleg, hogy minden szülő retteg attól, hogy egyszer a gyerek olyan kérdéssel állít haza, amit mi már szülőként nem tudunk megválaszolni. Tehát nekem ez első matematika, lehet, hogy valakinek egy negyedik osztályos történelem, vagy egy kémia, amire már mi nem tudunk válaszolni, és majd állunk hülyén és nézünk lesz saját baj gyermekünkre. És ott rájön a gyermek, hogy na hát anya sem mindenható, és apa sem mindenható, ők se tudják minden kérdésre szerintem a választ. Arra dolgozunk ki már most stratégiát, hogy mivel terelünk. Menj anyádhoz, szerintem kiváló. A menj anyádhoz szerintem nagyon. Menj nem anyádhoz, nem ő látod, ezt... Nem értek, nem de, érek. De ásd meg a gödét, menj anyádhoz, ő ezt... Neki ezt tudnia kell. Igaz. És kész. Meg vagy. Nem látod, hogy melózok? Anyád ezt úgyis tudja. Neki ezt tudnia kell. Tanulta az egyetemen. Tanulta a főiskolán. Ő ebből érettségizett. Menj anyádhoz. Na, nézzük az SMS-eket, mert hogy nagyon sok szülő írt nekünk, és hát éreztük, hogy ez egy jó kis téma lesz, mert tényleg sokan szenvednek gyermekük házi feladatával. 6. osztályos matematika. Egy konvex négyszög oldalai 1-5-3-4-4 cm hosszúak. A négyszöget az egyik áttója két egyenlő szárú háromszögre osztja. Mekkora ez az átló? Ez tegnapi házi feladat. Kaptuk ezt is SMS-ben, köszönjük. Hát én nem bontanám ezt ki, János, kérlek, hogy feleld meg a kérdést. Menj a Ferihez. Melyik Ferihez? Szokott jól lenni ebben. 1-5-3-4-4. Igen. Nem kell mindent megválaszolni, de szólj, ha megvan. Jó? Ezzel te most el vagy. 10-15. Miért? 1-5-3-4-4. 4 szög oldalai. Akkor lehet 1,5. Ja? 1,5-3-4-4. Mese felismerés a feladat, de nem tudom, mi ez a mese. Erdőben egy állatcsalád egy fában lakik, felettük egy morgós gólya lakik, és az egyik részben úgy megkelesztenek egy tésztát, hogy kifolyik a sütőből. Matyi küldte nekünk, nem tudta megoldani gyermeke házi feladatát. Mese felismerés. Állatcsalád fölötte lakik a gólya, tésztát kelesztenek, kifolyik a sütőből. Melyik mese? Tessék. Fölötte lakik a gólya? A gólya. Hát miért? Alatta nem lakhat. Kifolyik a sütőből a kelep tészta. Soha nem fejtene. Nem kelep, kelep. Kelep tészta. Ja, akkor már akkor végképp nem értem. Általános iskola harmadik osztályban ezzel a házi feladattal jött haza a gyermek. Környezet szakkör. Mi a biodiverzitás? Miről szól a Nemzetközi Biodiverzitás Egyezmény? Felhívtuk az összes ismerőst, hogy segítsen, ezt tuszi küldte nekünk. Harmadikosan. Földrajz. Apu, hol van az Alpok? Anyádat kérdezd, őra kell mindent. Igen, köszönjük szépen. Második osztályos kisfiam, néha vannak olyan fogalmak, hogy bizony a Google-t használom, viszont felvételt nyertem a tanultakból, évről évre bonyolultabbakat kap a gyermek, 4 gyereknél már diploma járna. Köszönjük szépen. Hugom matek példája volt, aki általános iskola 6. osztályba jár. Van 9 golyód. Na, ez klasszik, ezt tudom. Tudod, ránézésre ugyanolyan jó, nem mondd el. Jó. A 9-ből az egyik nehezebb, mint a többi. Van egy kétkarú gyógyszerész mérleged. Maximum 2-t mérhetsz, és meg kell mondanod, hogy melyik a nehezebb. János? Ú, ez nagyon jó, ezt csináljátok. Tessék. Egy percben Badó János, jöjjön a táblához, tessék. Mit tetszett kérdezni? Megint mivel foglalkozol a pad alatt, kisfiam? Az iskolád, a gyere ide, bürösködök. A Bibliát olvastam. Találtam egy Póti Szilvi póster. Kisfiam, még csak 6-os vagy. Még nem láttam. Hafa szekrényéből elloptam egy Aleska Diamond képet. Van 9 golyót. 9 golyó. Ránézésre mindegyik ugyanolyan. Ugyanolyan.
De hülye, nem ez a lényeg, hogy ugyanolyan. Ja, jó, majd rám a kilencből az egyik nehezebb, mint a többi. Tehát 8 golyó azonos is az egyik nehezebb. Van egy kétkarú gyógyszerész mérleged, maximum 2 mérhetsz. Igen. Meg kell mondanod, melyik a nehezebb. Vadó János, egy percben, tessék. 9 golyó van? Visszakérdezek. Jánoska, ne szemtelenkedjen. Úgy felképelem, hogy jó. Senki nem ismer. Azt mondja, hogy 4-et rakok egy-egy serpenyőbe, egy lemarad. Akkor már ki tudom szűrni azt, hogy hol lehet a nehezebb, mert ugye, hogyha 4-4 egyenlő súlyú, akkor igen. Az, amit félretettem, akkor nem is kell többet mérni, mert akkor megvan. De ha nincs meg, akkor az egyik négyes csoport egyik nehezebb négyes lesz, csoport leesik. Van. Igen, van. Abból, hogy szűröd ki, abba, hogy szűröd ki két mérés, még egy mérésed van. Kockáztatom. Jánoska, eddig egyes. Jó, most jó. Akkor kezdjen el beszélni a tételről. Okay, de várjál, most akkor kezdjük meg a felelést. Nagyon szép volt, most akkor feleljük. Jól indítottam? Nem. Amúgy jól indítottam? A halmazra bontása jól indítottál, de nem így kell bontani. Akkor kettes, nekem az már jó. Hát, ez szép lesz. Istenem, ott fogok ülni. És úristen, már mindig fölhívlak. Jó, Feri? Hát nem baj van, Feri. Ez kivételesen tudom, de azért... Nagy a baj, mondj valamit. Na, nézzük még, mit írnak a hallgatóink. Azt mondja, hogy én kaptam matekból alsóba versenyen, mennyi a gyertya közepének, a felének a négyzete. Ne hívjatok, mert dolgozom, de 10-kor megmondom egy ajándékcsomagért. A gyertya közepének, a felének a négyzete? Igen. Mi van? A gyertya? A gyertya közepének... De ilyen nincs, hogy a gyertya közepének a felének. Ez így megfoghatatlan. A gyertya felének a négyzete, az lehet. Ha tudod mi, ezt én is, na ezt viszont na, én ismerem, ebben jó vagyok. Ka-nóc. A nóc, ugye a nócnak a fele az 4, és a 4-nek a négyzete. Jaj, nem. Az ilyenekben jó vagyok. Tamánő, ez trükkös. Ka-nóc. Nóc. Nóc az a 8. 8-nak a fele 4. 4x4. 16. Mondjuk azért nem lenne jó. Gyerekek, mi hárman összetennénk. Nem leszünk itt bajba, ha a gyermekem odaér. Nem leszünk itt bajba, igen. Kanót. Nócnak a fele, 4-nek a négyzete. Ugye? Atya úristen. Nekem van egy számom, Csaba küldte nekünk, a gyermek ezt a feladatot kapta. Nekem van egy számom, és neked is van egy másik számod. Ha én adok neked 2, akkor neked 2-szer annyi lesz, mint nekem, de ha te adsz nekem 2, akkor ugyanannyi lesz mindkettőnknek. Melyik ez a 2 szám? Gyermekének ezt a feladatot kellett megoldani. Nekem 4 van, neked 2. Igen? Hát én adok mindent neked elhiszek. 2-t, akkor neked lesz 4, és nekem lesz 2. Ugye? Igen. Nekem 4 van, neked 2. Hogy volt a feladat? Nem tudom. Ja, jó. Tamár úr, ne haragudj. 4-2. 4-2? Elfogadjuk? 4-2. Negatív tört hatvány, a múlt héten nem annyira ment, utána kellett néznem, diplomám van, 7-es a gyermekem, matekból ezt a feladatot kapta. Negatív tört hatvány. Nálatok nincsenek ilyenek? Ezeket te megúsztad? Nem, amikor most értsz oda, te is pedig. Te, így van, de hát hál' Istennek az én anyám tényleg diszgráfiás, tehát... hál' Istennek! Na jó, de jó Isten! 6. osztály. Van papír? Lehet papír? Hát persze. Akkor szerezzünk egy ilyet a gyerekeknek, hát csak tudunk, nem? Tudok szerezni. Igen? Hogy adják? 6. osztályos természetismeret munkafüzet. Mennyi idő alatt kerüli meg a nap a földet? Mennyi idő alatt kerüli meg a nap? Ez egy 6. osztályos természetismereti munkafüzet. Ez egy nem jó kérdés. A nap nem kerül földet. Aha. Ki hozta ezt a témát? Hogy csak kérdezem, hogy már 20 percig égettük magunkat, hogy ez még... Ez nem égettük. Nem, hát azért ezt tudjuk Kopernikus hát óta. Ja, tényleg. Ugye? Tehát a heliocentrikus világkép, igen. Ugye? Na, kapaszkodjál már. És a geocentrikus világkép, érted? Éppen. Hát ott borult meg minden. Hát, van itt Arisztotel, ész. van itt Arisztotel, ész, így van. Hát ugye, a geocentrikus volt előbb, és aztán igen. Ez megborult, és itt a heliocentrikus világkép, vagyis igen. Nem a Föld az, ami, vagy nem a Föld körül kering a nap körülöttünk, hanem mi keringünk ugye a nap körül. Igen, de ez csak egy mellékzönge. Jó, oké, most akkor válaszoljon a kérdésre, Sebestyén. Jó, a mellékinformáció nagyon jó. Na, igen, és most kezdjen el beszélni. Igen, most akkor beszéljünk arról, ami miatt kihívtuk a táblához. Igen, kezdjen el beszélni az éterről. Az óriás terelések mesterei vagyunk. Nekem volt ilyen tanárom az egyetemen. 10 percig vizsgáztál, nem tudom, polgárjog, mit tudom én, mi, 10 percig nyomtad, szóbeli, cigorlat, adtad, nyomtad. Megvárta? Megvárta, nagyon jó, rendben, igen, Sebestyén, akkor most kezdjen el beszélni a tételről. És már azt hitted, hogy mindent előttél, és vártad, hogy felcsillan a szeme, hogy most olyat mondasz. Nagyon jó, és
akkor beírja a kettest. Nagyon jó, köszönöm. Így van. Akkor kezdjen el a tétterről. Mert most és ott érezted, hogy az a baj, hogy nem tudsz, mert minden patrolódott előtted abban a 10 percben. Kiváló Sebestyén gyönyörűen megterített, most már együnk is. Felépítetted azt a 10 percet, hoztad a szakzsargon, mondtad, és amikor azt érezted, hogy megvan, kettes, beírja és szabadulsz, akkor bemondta. És ott már nincs puskaporod. Most már beszél a tétterről, amit húzott. Egyeket. Nincs könyörtelenebb mondat szerintem, amit nem akarsz hallani. Unokaugomnak az ELTE évvégi jó, de az már ELTE gyerekek. Hát mi most általános iskola. Harmadik osztályos magyar nyelv, a lányom ezt a feladatot kapta. Hány hal van a Balatonban? Aha. Csalafintosány szagot érzek. Valami biztos kell, hogy legyen benne. Igen. Nem jó a megoldás, Balázs. Én úgy ismerem, hogy a gyertya belének a felének a négyzete. Jó, ebben most már nem menjünk bele. Köszönjük szépen. Meg vagyunk. Higgyétek, hogy ott a 8. A 8. 5 éves kislányom logopédián kapott egy képet, amin egy férfi felszívja a kokaint az orrába. Megvan, basszus. Megvan. Mi? Hány hal van a Balatonban? Egy ton. Tonhal. Az a nyelv! Ezt a vétjárját! Hát jó vagyunk! De király! Egymást kell hívnunk, ha lecke van a gyereknek, jó? Én hozom a kamudumát, és ha ilyen szójátékok vannak, te a szójátékok második felét, Feri a matekot. Visszakaptam a hitemet, a magamban vetett hitet. Valamire tudtam, ha figyeljetek, azért ezt hallgassátok végig. 5 éves kislányom logopédián kapott egy képet, amin egy férfi felszívja a kokaint az orrába. A felszív szóra nem volt jobb ötletük. Felszív. Itt tartunk. Egy kokainozó apsi. Egy 500 eurós. Igen. Mit csinál, Katika? Mit csinál a bácsi? Mit csinál a bácsi? No. Felszív. Ügyes vagy. Mit szív? Kokain. Uh-huh. Nagyon ügyes. És milyen szépen mondod a K betűt. Nagyon szépen artikulálsz. Hogy? Csöngess fel a szív. Kapi telefonon keresztül Árpi bácsinak. Hát, ha meg tudja mondani. Igen. Hol szívja? Ibizán. Mi történik a bácsi? Folyik az orra. Jaj, nagyon szép. Azért 5 éves kislánynak, hát igen. Azért az is nagyon kemény. Múlt évben 4. osztály is azzal jött haza a kölök, hogy építsen spagettiből hidat. Szerintetek mi történt? Kérdezi Miklós. Ú, de szép. Abból verseny is van, azt tudják. Igen, van. Spagetti építés? Van. Az egy nagyon jó, de nem ötödikben. Igen. Adri vagyok, kisfiú, a matek házi a következő volt. Csak fontos lenne, hogy hány éves a gyermek, hogy értjük. Pistike áll a teraszon, fázik, majd ránéz a hőmérőre, 0 fok van. Másnap kimegy megint a teraszra, kétszer annyira fázik, mint tegnap, de ellopták a hőmérőt. Hány fok van? Kétszer 0, az mennyi? Akkor, ugye? Mert 0 fok van, ha kétszer annyira fázik, nyilván kétszer olyan hideg van, gondolom. De ha 0 fokban fázott, akkor ugyanúgy 0 foknál miért fázna kétszer annyira? Miért nem ugyanannyira fázik, mint tegnap? Hát de, ugye, ha kétszer annyira nem fázhat ugyanannál a hőmérsékletnél. De nem ugyanannyi a hőmérséklet, azt kell kitalálni, hogy mennyi a hőmérséklet. Tegnap volt 0. -2, hiszen kétszer annyira fázom. Na, de jó a megoldás? 0 az nem -2. A kétszer 0 viszont 0. Na, de most egyébként tényleg milyen jó megoldás. De kétszer annyira fázom, mint tegnap. De mi az, hogy kétszer annyira fázom? Ez egy jobb dolog. Percenként 5-5 remegettek, a 10-et remegettek. Mérhető a fázás. Igen. És az anyja ordít, hogy gyere már be büdös kölök, mert már tegnap is majdnem tüdőgyulladást kaptál. De Pistike kétszer annyira fázik. Ha 0-et megszorzom 2-vel, az 0. De akkor nem fázhatok kétszer annyira. Tehát? Akkor -2. Jó, engem az érdekel, hogy mi a fázás mértékegysége. A vacogás. Igen, hogy a vac. Hány vac per perc? Hány vac? Nagyon jó. Gyerekek, nagyon jók leszünk. Én már alig várom, hogy a Benny iskolás legyen. Alig várom. Gyermeken kapta a következőt. Folytasd a következő számsort. 3, 5, 5, 4, 2, 3. Matematika szakos főiskolai hallgatóként egy hétig küzdöttünk vele, ez egyébként egy harmadik osztályos feladat volt. Csasi írta nekünk 3, 5, 5, 5, 4, 2, 3. Nincs időm megfejteni, hát a büdös életben nem jövünk rá. Szólja meg, van Feri. És ő tényleg gondolkodik. Igen, hát nem, ez szép feladat. Igen. Aj, de jó. Golyósat mondjam, azért meg akarod tudni, Jani. Nem, magamtól akarok rájönni. A héten volt egy... Ez áthúz 15-20 éve. A héten volt matek házi 6. osztályos gyermeknek. Írjatok olyan szólást vagy mondást, amiben szerepelnek prím számok. Aha, az egyel is önmagával oszthat. Az egyel is önmagával oszthat, igen. Jó, ne villogja. Azt mondja, hát ha... akkor az például a... Egy fecske nem csinál nyarat. Na,
nagyon szép Sebestyén, ötös! Hát gyerekek! Jó neki, hogy ott van egy pult, amivel meg tudja tapsoltatni magát. Téged is megtapsoltanak a Balatonért. Tényleg azért, halló. Na, ez jó volt. Ne, jók vagyunk. Hát jó. A prímszám az könnyű. Igen. Micsoda? Három az igazság. Három a magyar igazság. Jó, hát ez könnyű játék, ez könnyű. Na jó van, drága hallgató, köszönjük a feladatokat. Csak ennyi. Csak ennyi tudtak. Csak ennyit, amit komolyan. Jövőre meglátjuk. Jövőre meglátjuk, mert hogy Benni akkor már elsős lesz. Hm. Nálad? Még semmi, mi? Még semmi. Még nyugi van. Követem az eseményeket, mindent így olvasunk este a BK-val. Jó, mondjuk te alig várod, hogy matekba hozzam, amit a gyerek. Csillogó szemmel állsz a lépcsőházba. Mi a matek lecke? Mi a matek lecke? Panna? Megírjam neked? Igen, de a gyerek belöki, belöki lent az ajtót, érted a földszitát. Ha, valami? Csak akkor gyere haza, hoztál matek leckét, enélkül haza se gyere. Na, játszunk, jó? Mit mond Dóri, játékunk következik. Már itt is van a hallgatónk. Visszafelé beszélünk. Ülész hevére faszít. És hozzájállat, élet a szívvenom. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mint mondok visszafelé. Vassítjellán, mime? Aki válaszol. Oleh kuif, inom, kogyak, rölcse padup. Atya úristen, egyre jobb ez a játék. Ez most a neved volt, amit elmondtál nekünk? Nem csak az, hanem beköszöntem. Igen, beköszöntél. Azt hallottuk, hogy budapesti lakos vagy. Így van. Inom. Inom. Móni. Hello, Móni. Jó reggel. Móni. Hello. Budapestről. Móni. Igen. Na, Móni. Mivel foglalkozol? Hát én két cégnek is bedolgozok ilyen gyártással kapcsolatban, de egyébként itthonról dolgozom. Itthonról, otthonról. Uh-huh. Az jó? Az így van. Ja, most elkezdtük visszafelé megfejteni, de nem, akkor most jól mondtam. Nem, most csak látom, ránéztem az SMS-t, és látom, hogy azt írva, aki sok-sok felkiáltó jelent, de sokan, hogy az egy nem prímszám. De nem menjünk már ebbe bele. Most hagyjuk. Ezt én Ferrire ránézek, ezt, ha bólint, én elhiszem. Egyel is önmagával osztató, akkor az prímszám. Szerintem is. Uh-huh. Szerintem is. Na figyelj, Móni. Előttek minden, szólásmondás, híres ember, hely, állat, tehát egyetlen egy tárgyad maradt. Jó. Jó? Oké. Okay. Na figyelj, indítjuk az órát, fél perced lesz, jó? Rendben. Figyelj, elindult az óra, mutatom már is. Snili kótya. Kócsia, a vége? Kócsia, kérhetem még egyszer? Igen, 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 igen. Snili kótya. Hát kótya, kótya, az a vége, hogy kótya. Snili kótya. Kótya, aha. Kótya. Hát ez... Kajtó. Igen, siess. Kilincs. Iva! Jó vagy! Bizonyám, így van. Kótya, hát ez volt a vége. Így hát van. Én kócsiát értettem meg, kócsiát. Igen, itt kevésbé. Uh-huh. Dóra egy picit kevésbé artikulált, egy pici gyermekről van szó, tehát azért nehezebb néha érteni, igen. Persze, 7 éves. 8 éves gyermek. Vagy 9, szuper. Vagy 10. Megvan az ajándékcsomag, gratulálunk! Köszönöm szépen! Régóta szuper. Szerettél volna? Hát te attól vagy híves, hogy megismered azt, akivel játszottál, mi már játszottunk 3 éve. Eltűnt ez a képességem, képzeld el. Ja, mindegy, 3 éve játszottunk a világ végén. December 21-én. Tényleg? Aha. És mi történt? Hármasugrást játszottunk. Hát megnyertem. Az jó. Hát most bepróbálkoztam ezzel a játékkal, mert ez nagyon tetszik, és örülök, hogy sikerült. Örülünk. Nagyon örülök én is, és akkor itt jön az, hogy áldott, békés, boldog, meghitt, boldog, békés. Így van. Igen. Köszönöm, fiú. Puszilunk, ciao. Puszi, hello, hello. Hello, hello. Na most mi van az egyel, Feri? Rossz hírem van, nem jár neked a taps, mert két osztója kell, hogy legyen a prinszámnak, ugye egy és önmaga, de az egynek csak egy osztója van, az egy. Hoppácska. Kettővel kezdődik hát. A prinszámok sora, gyerekek, képzeljétek el, kettővel kezdődik, egyben ez az egyetlen dupla, vagy mi az páros prinszám, a kettes, a nulla, meg az egy nem tartozik. Viszont nekem igazam volt. Miben? Hát tényleg tök hülye vagyok matekból. Abszolút hülyék vagyunk. Tapsot akkor neki. Abszolút hülyék vagyunk, igen. Egyen. Most nem volt, hogy az egy fecske nem csinálja, nem. Tehát kettővel indulhatsz. Kettő. Kettes, két fecske nem csinálna. Na, tessék. És igazad van. Ennyi.
Nem tudom, fogalmam nincs, teljesen jövők matekból. Egy perc, pontosan 8 óra, jönnek a legfrissebb hírek, aztán jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim! Becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8:45 lesz. Pontosan egy perc múlva szép reggelt kívánom minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk, és még mindig óriási köd van, legalábbis itt Budapesten. Nem akar felszállni a köd, és ez nyilván megkeseríti sok közlekedő életét is. Nem szokott ilyen köd lenni, nem. Ilyenkor már. Nem. Nemkor reggel, igen, hajnalban, igen, amikor jövünk, de így 8:45-kor alig látszik a Grupa Maréna, nézzétek meg. Óriási köd. Hiányzik a látvány. Hát nem sokkal szebb vagy rondább, amit látunk, mint a rácsokon keresztül igazából, tényleg, mint a börtönben lennénk, de... Hát fura, nem szokott. Legalábbis itt a belvárosban nem szokott ennyire nagy köd lenni. De csak azért hozta szóba ezt bőlás, hogy jelezzenek, hogy nem kell megírni. Látjuk. Igen. Ne pazaroljatok. Hát aztán engem okoltok, hogy nem olvasom be, hogy a 6-oson a 101-3-as kilométeren nagy köd van. De erre ne pazaroljatok. És azt olvastam, hogy fehér karácsony lesz. Aztán azt is olvastam 10 perccel később, hogy esélytelen. Na, ez hogy van, ezt mondjátok meg nekem. Melyiknek szurkolsz, melyikben hiszel? Hát én a fehér karácsonynak szurkolok, de a feketében. De a feketében hiszek. Hát 15 éve nem volt fehér karácsonyunk. Most se lesz szerintem. Semmi? Hát, ilyen plusz 6-okban, hát hova? Lehangoló. Nem mindegy. Ne hagyjuk magunkat lehangolni. Jó, dobjátok fel magatokat a látvánnyal, ami mondjuk a Facebook oldalunkon fogadhat benneteket, hogyha fölmentek és megnézitek azt a bizonyos jegyet, azt a jegytervezetet, amit a közelgő december 36-ai Triola Night fantasztikus koncertre, sportaréna beli koncertre készített az egyik kedves hallgatónk, Tomaszowski Botond és a haverjai. Nézzétek meg, és lájkoljátok, ha tetszik, nekünk rohadtul tetszik. Igen, és még mindig kapjuk a házi feladatokat, drágák vagytok, köszönjük szépen, de lezártuk a témát, úgyhogy ne küldjetek többet. Ne frusztráljátok minket. Igen, ugye az előző órában a szülők által lehetetlennek és megoldhatatlannak tartott házi feladatokról beszélgettünk. Nagyon-nagyon sok hallgatónk írt és szólt hozzá a témához, hogy az elsős, a másodikos, a harmadikos gyereke mit hozott haza. És az egész család vakarta a fejét, és nem tudták megoldani. Hát valószínűleg ez vár ránk is. Lesz baj. Igen. Azt mondja, hogy Munyár veszély van az M3-as 34-es kilométerénél, Nyíregyháza felé. Ede, köszönjük szépen, hogy ezt elküldted nekünk. Egy pick-up 130-al belement az álló sorba. Torlódás várható, a szemem láttára szörnyű volt. Ezt Geri küldte nekünk. És minden fontos információ benne van, egyetlen egy dolog hiányzik, hogy hol történt mindez. Azt nem tudjuk, hogy ez az M3-as, az M5-ös autóút, autópálya. Geri, küld el nekünk, mert ez így egy picit kevés. Jó, hát ha tudunk azoknak segíteni. Az M5-ös autópályán Budapest irányában a Nagybani piacnál baleset van, autó a szalagkorlátnál, és tolatnak az emberek a ködben, van, aki utánfutóval. Atya úristen. Robi üzente úgy, hogy ott mindenki vigyázzon, jó? Igen, ez a bevezetőn van, ez lehet, hogy ugyanaz lehet, igen. Az autópiactól az Osannál a sor vége, hatalmas baleset van, ez az, amiről az előbb beszéltem, úgyhogy vigyázzon mindenki. Valamint az M3-as bevezetőjénél is van egy baleset, mentő, rendőrség, és már mind a két autó szerencsére a füvön áll, de hatalmas dugó van a bevezetőn is. Sokan kérdeztétek, hogy mi az oka. Hát ez. Köszönjük. Köd van, és egyszerűen sok a baleset. Aztán azt nézem, budai rakpart nagyon lassú Margit hídnál, rosszul állították be a jelzőlámpákat, és ez okoz dugót, ma kiverem küldte nekünk. Egészség. Csak egészség legyen. Az a fontos. Mosó-Magyaróvár és Csorna között nincs köd, a 86-os úton jól lehet haladni, ezt Gergő küldte nekünk. Össze kellene számolni, hogy az előző évszázadban hány fehér karácsonyunk volt, meglepődnénk szerintem, hogy mennyire kevés. Nem? Ez előző évszázadban. Hát 1901-től 2000-ig, hány fehér karácsonyunk lehetett vajon? Hát pont tegnap mondta Jani, hogy a 80-as években ugye még emlékszünk a nagy havakra. Tehát, hogy az még jó volt 90-es elején is talán, és aztán fogyott el a lendület. Igen. Ráadásul kb. 100 évre visszamenőleg szerintem meg is tudják mondani, mert hogy megvannak az írásos adatok.
Megnéznéd hétvégén ezeket az írásos adatokat? Legyél önkedves. Felkészülnél az írásos adatokból? És elmondanád hétfőre? Megszámolnád azért, az kemény lenne. Szépen végigmennél, minden évet felkutatnál, hogy volt-e fél karácsony, ellennél vele egy ideig. Na, Nógrádi Györgyel folytatjuk, hívjuk is pillanatokon belül, mert hogy érdekes kijelentést tett Putyin, és én azt hittem, hogy ezt jobban felkapja a sajtó, és a nemzetközi sajtó, de vagy nem tartják beszámíthatónak egészen Putyint, vagy nem veszik komolyan, azt nem tudom elképzelni, hogy nem hallották meg, vagy egész egyszerűen nem foglalkoznak vele, mert Putyin tett egy érdekes kijelentést, miszerint azt mondta, hogy reméli, hogy nem kell atomfegyvert bevetniük a terroristák ellen. Ez érdekesen hangzik ez a mondat, ugye hát a szíriai háborúról van szó, hathat ez akár fenyegetésként is, nem is nagyon tudom egyébként máshogy elképzelni, hathat ez úgy is, hogy nekem van, nem akarom használni, sajnálnám, de ha tudok, de ha kell, akkor használom is. Szóval sokféleképpen lehet értelmezni Putyin szavait, minden esetre nem lett belőle akkora ügy, mint ahogy az ember az elolvasás után gondolta volna, hogy Európában minden politikus, Amerikában, Obamától kezdve mindenki felhördül, hogy atomfegyverről beszélünk, mert hogy Putyin pár nappal ezelőtt ezt bedobta. Akarja, sajnálná, de egy óvatosan szólt, de sor kerülhet rá. Igen. Kicsit ilyen fenyegető, figyelmeztető volt a dolog, ha csak nem arra gondolt, hogy atom meghajtású hajókkal mennek oda a partokhoz. Például. Mondjuk Putyin azért nem megy messzire, hogyha ilyen hangzatos, meg nagyívű, meg bombasztikus, meg kicsit provokatív dumákat kell elelesztenie. Szóval azért ő ennél okosabb ember. Egyébként, ha úgy dönt, hogy mondjuk bevetni, akkor ehhez kell neki nemzetközi engedélyt kérni bárkitől? Vagy ez egy állam önálló döntés, egy állam vezetője önálló döntése, és azt mondja, hogy ha én be akarom vetni, akkor bevetem végül is. Egy nagy közös ellenségről van szó, tehát nem arról, hogy mondjuk megtámadom az Amerikai Egyesült Államokat. Szíriában az iszlám állam ellen, ugye közös hadviselés, mindenki nagy ellensége. Én úgy döntök, hogy bevetem az atomfegyvert. Kell neki ezt egyeztetni egyébként valakivel? Vagy meghozhatja ezt a döntést, beveti, és aztán mindenki menekül. Ez szerintem ez egy hatalmas blöff ez az egész. Tehát ilyen nincs. Tehát, hogy ennek semmiféle realitása nincsen, hogy ő atomfegyvert vessen be Szíriában, hát egy nukleáris fegyvernek a bevetése, azt nagyon jól tudjuk, hogy az olyan következményekkel jár. Nem csak azokra, akiket megtámadnak vele, hanem azok, akik nem is közvetlenül a közvetett úton fertőződnek adott esetben, rádióaktivitás, stb. Tehát, hogy és ráadásul ugye azt tudjuk, hogy az iszlám állam, meg az iszlám állam hadserege, azt nem úgy kell elképzelni, hogy van egy nagy két-három-négy-öt hadosztály egyben van, nem és akkor megoldás. Nem, hanem össze-vissza vannak mindenfele néhány ezer vagy néhány száz fős csoportok az országban, semmi értelme nem lenne. Rettet mennyiségű civil áldozat van. Ezt én értem, persze, nyilván a következményekkel számoltunk, csak hogy magát meg kell kérdezni, mondjuk azt mondja a NATO-nak, hogy én arra gondolok, hogy máshogy nem lehet az iszlám állammal leszámolni, tököltök, nem fogtok össze, nem indítatok repülőket, pumpáljátok őket fegyverrel, veszitek tőle az olajat, sok országnak nagy biznisz az iszlám állam, én ezzel le akarok számolni, atomfegyvert vetek meg. Elvileg egyébként nem kellene egyeztetnie senkivel. De egyeztetnie kell, mert most ugye van Oroszország és a NATO között egy együttműködés ebben az ügyben, tehát egyeztetnie kell. Ugyanakkor hozzátenném, hogy szerintem ő nem az a csávó, aki így egyeztet. Tudod? Tehát, hogyha ő azt gondolja, hogy ledobja, akkor le fogja dobni. Nem? Uh-huh. Nem érzem jól? Hát most ebben az esetben szerintem nem, mert most még a célpontokat is egyeztetik egymással, sőt, segítik egymást mindenféle információkkal, koordinátákkal, stb. Tehát, hogy most egyeztetnie kellene. Na, mindjárt megkérdezzük azt, aki mindent tud erről az ügyről. Nógrádi György itt van velünk. Halló, jó reggelt kívánunk, tanár úr, hello. Szevasztok. Jó reggelt. Autóban, ahogy hallom? Éppen vezet? Igen. Na, gyorsan egy közlekedési információt mondj nekünk, merre vagy? 19-es kilométer Miskolc felé, pocsék az idő, köd van, lehetetlen 100 méternél tovább látni, tehát aki tehet, menjen óvatosan. Nagyon szépen köszönjük. Hát egy gyors közlekedés hír, az mindig jól jön nekünk, ráadásul friss is. Na, mit szóltál, amikor meghallottad először Putyin mondatait? Akkor előbb reagálok arra, amit ti mondtatok gyorsan, aztán reagálok Putyinra. Egy. Jelenleg a világon meglévő atombakteriológia és vegyi fegyverek mintegy 96%-a van orosz és USA kézbe. Kettő. Jelenleg az orosz célok teljesen másak, mint a török célok. Ez egy másik beszélgetés lenne. Az amerikai és orosz célok rövid és középtávon találkoznak Szíria esetében, és az iszlám állam ellen hosszú távon nem. Jelenleg ott tartok, hogy végre volt egy sikeres Szíria csúcs Bécsről, de a mostani kétnapos tegnap véget ért riádi találkozón
a meghívott ellenzéki pártok több mint 100, politikai súlyuk nulla, azt kérték, hogy jöjjön létre egy koalíciós kormány, és Assad azonnal menjen. Ennek a realitása nulla. Van egy jó hírám. 20-as kilométernél vagyok, elment a köd. Tehát aki terkezik. Nagyon drukkoltunk. Nagyon drukkoltunk. Oroszok, köszönöm. Oroszok most először a szíriai háborúba bevetettek tengeralattjáról indított rakétákat. Mondom magyarul, ők is kipróbálják a modern fegyvereiket. Atom. Oroszország a II. Világháború győztese, a biztonsági tanács állandó tagja is atomhatalom. De létezik egy olyan megállapodás a NATO és Oroszország közt 1997-től, hogy mindenbe egyeztettek. A másik pedig az, hogy az oroszokat rendkívül zavarja az iszlám állam kőolajeladása, célország természetesen Törökország, ezt ma már az amerikaiak is elismerik, és rendkívül zavarja őket, hogy orosz állampolgár, muzulmán származású 5-től 12 ezer harcolót, zárójel, miután kimentették a másodpilótát, a területet úgy szétbombázták, hogy ott szíriai török nem maradt életbe. Lehetetlen megmondani, hány százan vagy ezren haltak meg, de aki abban a térségben volt, ahol az orosz gépet lelőtték, ott mindenkit megöltek. Én végigolvastam Putyin nyilatkozatait, senki nem akar atomfegyvert bevetni, hiszen a hatása beláthatatlan lenne, és ilyen területek, ahol ott van egymás mellett Szíria, Irak, Törökország, egyelarébb Libanon, lehetetlen egy taktikai atomfegyvereket is bevetni, és nincs is értelme. Az oroszok azzal számolnak, hogy fölkérnek döntően síita erőket, Irakot, Irát, Szíriát, hogy verjék szét az iszlám államot, ami közelükben van a szétbombázás, és az oroszok úgy számolnak, hogy 6 hónap alatt a szárazföldi erők megsemmisítik az iszlám államot. A probléma utána jönne, hogy aki túléri, és visszajön Európába vagy Oroszországba, ilyen terrorcselekményt csinál, erről jelenleg fogalmunk sincs. Akkor ez csak egyfajta fenyegetés, vagy erőfitoktatás? Hát azért atomfegyvert mindez idáig kevesen emlegettek Szíriával van, és az iszlám államok kapcsolatban. Naponta megnézem, hogy az amerikai védelmi miniszter, a Carter, hogyan fenyegeti meg saját szövetségesét Törökországot, akkor ez mind belefér a képbe. Magyarul, az oroszok bármit mondhatnak, hiszen idézőjelben nincs szövetségi rendszerük, idézőjelben egyedül vannak. Ők fősorakoztak a síta kisebbség mögé a szunita többséggel szemben. De a valóságban, és én végigolvastam, hogy tegnap Putyin miket mondott, szó nincs atomfegyverek bevetéséről, azzal igen, hogy az iszlám államot bárhogy zsarolják, és arról is szó van, hogy jövő héten dől el, hogy meghosszabbítják le Oroszország ellen az embargót. Ebbe az embargóba képletesen beledöglenek az oroszok, a rubel mélyrepülése napról napra folytatódik, beledöglik Európa, mindenki kiátsza az embargót, már az európai árok bielorusz és szerb címkével mennek be Oroszországba, ezt megint mindenki tudja. És most először, 2-3 nappal ezelőtt az olaszok közölték, hogy elegük van, megvétózzák az embargót. Óriási nyomás megy rájuk német és francia részről, hogy még egy időszakot, 6 hónapot bírjanak ki, de az oroszok számára ez presztízs, hogy Szíriába együtt harcolt kelet és nyugat, miközben a nyugat az Oroszország elleni embargót a ukrán események kapcsán felerősíti. Még egy mondat, Ukrajna ebbe a helyzetbe leértékelődött. Ukrajna értéke tovább csökkent, eddig is mély ponton volt, de Oroszország szíriai szerepe miatt viszont felértékelődött. Ez érdekes kérdés, közben azért az is felmerül, pont az Amnesty International hozta le egy elemzésében, hogy egyébként az iszlám állam az Oroszországból, a Kínából és az Egyesült Államokból, valamint Európai Uniós tagállamokból származó fegyverekből, iraki fegyverekből erősödött meg. Tehát miközben mindenki azon dolgozik, hogy elpusztítsa az iszlám államot teljesen nyíltan, és nem értem, hogy ezt miért nem mondják ki országok vezetői, közben nagyon sokan, lásd mondjuk az amerikaiakat, vagy a kínaiakat, bizniszt csinálnak a dologból, és vidáman fegyvert adnak el az iszlám államnak. Ez hogy lehetséges? Egy picit pontosítom. Egy, a mai világban fegyvert bárki tud venni. Ha én egy afrikai törzsfőnök vagyok, és bármilyen fegyverre szükségem van, és van pénzem, meg tudom venni kerülő csatornákon. Így egy picivel drágább, de meg tudom venni. Kettő. Azért a fegyverek döntő része úgy került oda, hogy az amerikaiak leszállították a szövetségesnek, az iraki hadseregnek, de az iraki hadsereg olyan fejvesztve menekül, ha összecsap az iszlám állammal, hogy a fegyvereket is ott hagyja. Volt olyan nap, hogy elhúztak a legmodernebb amerikai fegyvereket. Volt olyan nap, hogy bementek egy városba,
és 600 millió dollár készpénz volt a bankban. Az iszlám állam nem hitt a személynek, hogy hogy lehet ennyire ostoba a vele szemben álló erő. Tehát ténylegesen minden helyről kap fegyvert, de ezt nem úgy, hogy Kína leszállítja, hanem úgy, hogy egyszerűen elveszik. A másik, itt elhangzott, hogy kínaiak is harcolnak ott. Igen, de csak ujgurok. Tehát csak Kína északnyugati részéről. Valóságban orosz minimálisan van ott, de oroszországi muzulmán rengeteg. Európából a kimenők 90-valahány százaléka muzulmán, de ők svájci, belga, brit állampolgárok. Egyedül a németek csinálták kb. 4 nappal ezelőtt, hogy aki visszatér, az bíróság elé állítják, hiszen valószínűleg tömeggyilkosságba vett részt. Egyre több európai ország gondolkodik azon, hogy a visszajötteket vagy megfosztja állampolgárságától, vagy valamilyen módon idézőjelbe bünteti, mert nem akarja, hogy szabadon éjjel mozogjon, és fölkészüljön terrorcselekményre. A mostani párizsi akció rengeteg dolgot mutat. Azt mutatja, hogy kimentek franciaországi, francia útlevéllel rendelkező muzulmánok, kiképzést kaptak Szíriába, és migránsként jöttek vissza. Tehát teljesen új fejlemények vannak, és erre az európai politikának és az európai titkosszolgálatoknak föl kell készülniük. Ezek teljesen új kihívások. És az hogy lehet, hogy közben a törökök is vidáman üzletelnek velük? Tehát, hát, hogy ez se szúrja senkinek a szemét? Az... Én azt tanultam, hogy a pénzbe nincs szaka. A másik pedig az, hogy az iszlám állam a kőolajat a világpiaci ár 10-20%-áért adja el, tehát aki megveszi, az 5-10-szeres hatóra teszett. Most szemét leszek, bárki megvenni. A törökök vannak a szomszédban, ezért döntően ők veszik meg, zárójel nem csak ők, az Assad, aki gyűlöli és harcol ellenük, az Assadék is vettek tőlük kőolajat, tehát abba percben, ha ilyen százalékos profitomban megveszem, tehát az iszlám állam ellen az a fölépés, hogy most a kőolajkutakat szétbombázzák, valóban sikeres, mert ami kőolaja van, addig lesz bevétele. De azért ez mindenképpen egy nagyon komoly feszültségpont ugye a NATO-n belül, hogy Törökország kereskedik az iszlám állammal úgy, hogy, hogy gyakorlatilag ezáltal finanszírozódik az a háború, amit például Törökország ellen is folytatnak. Igen, de a NATO azt követeli, hogy végre zárják le az iszlám állammal közös szír és iraki határokat, ugyanis hosszú éveken át, nem hónapokban át, az, hogy a kőolaj jött, az rendben van. De emberek tömege ment ki, és harcolt Törökországon keresztül az iszlám állam ellen, és jött át Törökországba. A probléma az, hogy én, mint francia, német, brit titkosszolgálat, hiába tudom azt, hogy tőlem elmegy nyaralni valaki Törökországba, a törökök mivel nem szállták a határt, így szabadon ment át, és részt vett kiképzésen, gyilkosságokba beállt az iszlám állam mellé. Tehát nem véletlen, hogy most az európai titkosszolgálat azt mondja, hogy annyit tudok, név szerint 4 embert, aki kiment az iszlám állam oldalára harcolni, a valóságban ez a szám 10 000 körül lehet, nem tudok pontos számot, mert a törökök nem zárták a határt, és eddig nem segítettek. A németek bejelentették, hogy 740 emberről tudnak név szerint, aki kint harcol, eddig 100 meghalt. 2 héttel ezelőtt közölték, hogy 240 jött vissza, ennek fele részt vett tömeggyilkosságba. Most már a számot korrigálták 420-ra. Tehát a törököknek alapvető bűneik, nem hibáik, bűneik vannak abban, hogy az iszlám állam idáig jutott, és hogy Törökország a valóságban pár nappal ezelőttig nem lépett föl ellenük. Amikor az amerikai védelmi miniszter azt mondja, hogy jó lenne, a törökök nem a kurdokat bombázzák, hanem az iszlám államot, és jó lenne, ha végre lezárnák a határaikat, azért ez mindennek mondható, csak dicséretnek nem egy szövetségi rendszeren belül. Ezek az iszlám államból visszatért emberek, akikről beszéltél, azok hogy jöttek vissza? Megbánást tanúsítva visszajöttek saját hazájukba, vagy visszaépültek? És honnan tudják, hogy ők visszajöttek? Ez egy nagyon érdekes dolog. Németországba, aki visszatér, azt a helyi szélsőséges iszlamisták, úgy hívják őket, hogy szalafisták, ünnepségeken fogadják. Tehát idézőjelben a német titkosszolgálatoknak nincs nehéz dolguk, mert látják, hogy ki jön vissza. Néhány ember bejelenti, hogy nagyon-nagyon megbánta, amit tett. A probléma az, hogy lehetetlen megmondani, hogy egy tényleg megbánta, egy kettő úgy küldték vissza, hogy bánja meg, mert úgy sokkal jobban el tud begyülni. Tehát a jelenlegi helyzetben semmi sem fehér vagy fekete, minden pöttyös, és ettől kezdve Európa helyzete rendkívül nehéz.
Most tetszik vagy nem tetszik, a beáramló migránsokkal bejöttek terroristák. Nem mondta senki, hogy a migráns az terrorista, de azt igen, hogy a migránsokkal bejövő terroristákat eddig lehetetlen volt kiválasztani, és óriási botrány van a németeknél. Hát én nem tudom, elmondtam-e nektek, hazajöttem kb. Két hete Bajorországból, ahol a bajor rendőrfőnök azt mondta egy konferencián, nagy előadást tartott ő is, én is, hogy három ok miatt nem volt eddig merénylet Bajorországban. Jó a rendőrség, aminek ő a főnöke, jó az elhárítás, és szó szerint azt mondta, hogy és szerencsénk volt. És azt mondta, hogy azt várja, hogy fegyveres támadás jön a ő terroristák részéről a bajor rendőrség ellen, és azt várja, hogy a bajor rendőrség és hadsereg fegyverrel fog föllépni. Na most ez már mindennek nevezhető, csak nem egy békés átmenetnek. És ettől kezdve rengeteg kérdés jön elő. Az egyik az, hogy ki maradhat, ki nem. A másik az, hogy mikor zárják az európai határokat. Hát senki nem figyelt oda, hogy Holland, amikor végigjárta a világot, hogy segítsenek neki az iszlám állam elleni harcába. És utolsó útja Putyinhoz ment, ahol megállapodtak, hogy szövetségesek. Tehát tényleg új helyzet van. Ott a Renzi, az olasz miniszterelnök azt mondta, hogy segít az iszlám állam ellen. Olaszország erőforrásait rendelkezésre bocsátja, de utána zárják le végre a líbiai határokat, csináljanak rendet Líbiába, hát onnan jönnek az afrikai migránsok. Tehát annyi sebből vérzik minden, hogy bárhova nyúlok, ott nem stimmel semmi. És abban persze, hogy a görögöknek azt mondták, hogyha nem csinálnak rendet december 15-ig, akkor kizárják őket a schengeni zónából, mit ad Isten, attól kezdve a görögök már a macedón határt tudják védeni. Tehát új helyzetek vannak Európában. Hát más kérdés, hogy igen, milyen áram, és hogy milyen állapotok vannak. Pont pár nappal ezelőtt beszéltünk Novák Andrással, aki elképesztő dolgokat mesélt a görög-macedon határól. Tanár úr, nagyon szépen köszönjük, vigyázz magadra az úton. Köszönöm, ölellek titeket. Mi is, köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Elfelejtettük az osztályozást, igen. Hát érdekes dolgok ezek. Mindig jó vele beszélni. Egyébként jókat mond. 8:30 múlt pontosan, 5 perccel. Jövünk Ákos hírei után. Morning Show. A legklasszabb dolog a reggelben. Amit mindig is tudni akartál, de soha nem merted megkérdezni. A nagy kérdés, amelyre egész életedben vártad a választ. Tedd fel ma, és megkapod. Balázs, Feri és Jani ma őszintén válaszol mindenre. Ma a hallgatói a főszerep a Morning Show-ban. Jaj, annyira boldog vagyok. 9 és 10 óra között jön az őszinteség órája. Kérdezz, felelünk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 múlt, pontosan 3 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Gyorsan mondunk egy-két friss közlekedési hír, csak hogy könnyebb legyen közlekedni, mert hogy hát bizony sok-sok helyen van baleset. És ez nagy baj. Nagy baleset van az M5-ös bevezetőn, igen. Ezt többen írtátok. Kerüljetek, jó? Mert ott hatalmas baleset van. A 4-es főúton Pilis belterületén a nagy kereszteződésében baleset van. Félpályás lezárás, rendőri irányítás. Aztán Zalaegerszeg és Zalaszent Iván között közlekedési baleset, szintén félpályás útzár, ezt Panka küldte nekünk. Az M5-ösön kérdeztétek sokan, hogy hol van egészen pontosan a baleset, a Nagykörösi úton befelé, Pest felé, le is zárták az utat, úgyhogy mindenki kerüljön. Kriszti, köszi, hogy elküldted. Csepelli Szigethalom között a Gerinc úton baleset, rendőr irányít, dugó van, legyen mindenki óvatos és türelmes. Valamint az M0-áson a Diósdi lehajtó után az Annahegyi pihenő felé kettő nagy testű kutya sétál az út mentén, vigyázzon mindenki. Teljes útzár van, így van az M5-ösön, ez a soroksári Osannál történt, és hatalmas a dugó, többen tolatnak a ködben, úgyhogy vigyázzatok. Jó, néhányan úgy próbálnak ugye visszamenni, hogy tolatnak, de óriási köd van, és nagyon veszélyes. Mentők, tűzoltók már kint vannak a helyszínen, és hatalmas a torlódás. Úgyhogy ez is fontos, és azt nézem, hogy mi van még. Az Isaszegi úton Gödöllőn pedig mérnek. Zsolti küldte nekünk. Tököl befelé és kifelé is elesett, hármas kocka ködben, teljes káosz, mindenki óvatosan menjen. És volt még egy, így van, Mosonmagyaróvár és Csorna között nincs köd. Köszönjük szépen, hogy elküldted, ez is fontos információ. Na, kora reggel már beszéltünk róla, ugye, hogy bejelentették az Arany Globusz jelölteket, és ez nagyon nagy dolog, mert hogy a Hollywoodban dolgozó külföldi újságírók ugye 2016. január 10-én adják majd át a díjakat.
tévés és filmes kategóriában egyaránt, és 27 éve nem volt magyar film a Golden Globe-on, most viszont ott vagyunk, méghozzá az 5 legjobb külföldi film között. És már meg vagyunk ezzel, ha itt, ha nem megyünk tovább, akkor is nagy dolog, gyerekek, nagyon jó lenne, ha lenne persze több is benne, de nem szuper. De merjünk álmodni. Óriási dolog, így van, ugye az Oscar előszobájaként is emlegetik az Arany Globust, és hát ott vagyunk az 5 legjobb külföldi film között, ha esetleg sikerülne nyerni, az már-már azt jelentheti, ugye, hogy akár Saul fia esélyes lehet arra, hogy Oscar díjat nyerjen. Ami hát óriási, óriási dolog lenne, és sok-sok éve nem történt ilyen. Ugye Magyarországgal, a magyar filmiparral, és ez már most önmagában, amit mondasz, így van, a jelölés is nagyon nagy dolog, de hát ilyenkor az ember kicsit ezt mindig tovább gondolja, hogy milyen jó lenne. Na, itt van a filmproducere, Sipos Gábor a vonalban. Hello Gábor, jó reggelt kívánunk, ciao. Jó reggelt, sziasztok! Hello. Hello. Hát újra sűrű, vagy inkább úgy kérdezem, hogy még mindig sűrű, legutoljára ugye a Káni díj után beszéltünk, és akkor mondtad, hogy nagyon sűrű, nagyon sok interjú. De ahogy igen, láttam, hát ez azóta sem csappant. Igen, nagyon sűrű, folyamatosan jön jobbról, balról, folyamatosan mi történik. Velünk ugye az elmúlt hetekben megnyertünk egy pár díjat, ezt is olyan nagyon furcsa kimondani, amit az amerikai különböző államokbeli amerikai filmkritikusok díjait, amiket nagyon úgy éreztük itt a Golden Globe bejelentés előtt, hogy itt egyszer csak fel fogják olvasni a mi nepünket. És ez végül is aztán megtörtént. Igen, és hát egyetértek, hogy nagyon nagy dolog a jelölés, és ebben is egyetértek, hogy persze az ember gondol egy picit mást is, hogy mi lesz utána. Úgyhogy hát ez velünk sincs másképp, de hát hogy is mondjam, egyszerre szótlanság, szavakat keressük, másrészt öröm, harmadrészt izgulunk, félünk, szóval igaziból ez egy ilyen vegyes. Mi a félelem? Érzés. A félelem mi az érdekelne ilyen esetben? Azért félelem, ugye, mert mindig egyre nagyobbra tesszük a tétet. És olyankor az ember hát amikor még kicsiben, akkor még nem annyira, meg olyan hozzá is vagyunk szokva. Amikor már ilyen magasan van a tét, és ugye ez egy első film, tehát, hogy is mondjam, nem sokszor voltunk ilyen helyzetben, természetesen egyre jobban szorul össze a gyomrunk, és hát természetesen nem akarom lebecsülni ezt a Cannes-i filmfesztivál, azt gondolom, hogy mindannyiunknak a legfontosabb, idáig elért legfontosabb eredmény, de valahogy mégis, ahogy megy előre az idő, bizonyos dolgokhoz hozzászokunk, de bizonyos dolgokhoz nem lehet hozzászokni. Ahhoz még mindig nem lehet hozzászokni, hogy a Golden Globe bejelentéskor egyszer csak azt mondják, hogy Saul fia. Hát ezért ez egy nagyon nagy dolog, és azt hallani, hogy a Sunset Boulevardon egy 20 méteres Saul fia óriás plakát pompázik. Igen, ilyen hát is van. Ilyen is van, igen. Hát azért ezek nagyon nagy dolgok. Meg nyilván azért ott van még az a félelem is, hogy Nemes Jeles Laci nem fog tudni több filmet rendezni, hiszen élete végéig filmfesztiválokra fog utazgatni. Igen. Pont most olvastam el egy hosszú interjút, és mondja, hogy imádja, és óriási nevek kerül egy asztalnál, és rendezők jönnek oda, színészek jönnek oda, gratulálnak, csodálatos dolgokat mondanak a filmekről, és hogy ő megy, nyilatkozik, néha robotüzemmódban, néha nem, de hogy ő már olyan szívesen óriási rendezne újra. Igen. De hogy erre most még jelen pillanatban nincs lehetőség, és hát ez tovább fokozódik, akkor ettől egyelőre egyre messzebb kerül. Igen, hát ez az érdekes benne, hogy dolgozunk már a következő filmen, tehát igaziból Budapesten is, és nagyvárosokban, kisvárosokban, határon túl is már elindítottuk a következő filmnek a szereplőválogatását, úgyhogy tulajdonképpen ez egy érdekes paradox helyzet, mert ameddig ő ott kint, és néha mi is producerek, főszereplő, más színészek támogatjuk a kampányban, közben itthon mi már folyamatosan dolgozunk a következő filmen. Nyilván pénzt könnyebb ilyenkor már összeszedni, hogy van egy ilyen siker, de a nyomás is nagyobb, nem? Egy új produkciónál. Igen, természetesen itt most azt gondolom, hogy a következő filmnek nem az lesz a nagy kérdése, hogy akkor hogyan szedegetjük össze, és hogy jutunk el pénzekhez, hanem inkább, hogy melyik fajta pénzeket fogadjuk el, mert most könnyen mutatkoznak pénzek, viszont hát elvárások is vannak hozzá. Megpróbálunk azért
megmaradni a független vonalon, úgyhogy a második film az biztosan még abszolút függetlenként készül. Az, hogy december 18-án mutatják be a filmet Amerikában, ezeknek mennyire szerencsés dátum? Hát december 18-a, hogy ott minden a Star Wars-ról szól majd, és tudom, hogy más pálya és másra lőttök nyilván, és más a célközönség, de hogy ott aznap minden arról szól közben, ugye hát a Sony ezt az időpontot választotta a film bemutatóra. Szerencsés vagy szerencsétlen időpont ez? Igen, hát nagyon nehéz megmondani, jó a Sony Pictures-t dolgozni, vagy nem. Mi azt gondoljuk, hogy jó, és hogyha ők tudják, hogy ezt a dátumot miért választották, akkor mi állunk mögöttük, és nézzünk előre velük ebben a dologban. Közben meg ez egy fantasztikus időpont, tehát ez a karácsony előtti úgynevezett slot, tehát ahova be lehet itt férni, hát itt hosszú sorok kígyóznak, és az, hogy mozik felveszik ezt a filmet, és szeretnék ezt a filmet játszani, tehát már önmagában mutatja azt, hogy mekkora érdeklődésre számított a film. Azt olvastam, ez nem tudom, hogy igaz-e, hogy egy nagyon menő rendező-producer, a Brett Ratner mondta, hogy imádja a filmet, és hogy a házában magánvetítést akar tartani egyébként Hollywood krémjének. És elkérte a kopiát, hogy ő ezt azért úgy megmutatná ott színészeknek, producereknek, rendezőknek. Ez igaz? Igen, ha nem velünk történik, meg lehet, hogy ezt el se hiszem. Azért nagyon tényleg, nagy tényleg dolog. Így van. Igen. Hogy ő ezt így levetíteni. Mondd az egy-két nevet, akivel akár a Nemes Jeles Laci is találkozott, akik oda mentek, akik gratuláltak. Hát rengeteg vetítésen, rengeteg sajtótájékoztatón, rengeteg beszélgetésen van ő ott, és olvastam vele egy interjút, hogy tényleg olyan nevek, olyan rendezők, olyan színészek mennek oda hozzá gratulálni, hogy egy éve ezt, de nem, hogy nem gondolta volna, a legszebb álmában se gondolta volna, hogy kikkel találkozom. Hát igen, ott ugye említi ezeket a neveket, én talán arról tudnék saját hogy is mondjam, személyes eseményként beszámolni, hogy amikor Cannes-ban megnyertük a fődíjat, mármint ezt a Grand Prix-t, akkor utána egy partiban azon vettük észre magunkat, hogy a Cohen testvérekkel beszélgetünk a sajátjáról, és akkor egyszer csak azt vettük észre, hogy mi tényleg a Cohen testvérekkel beszélgetünk a sajátjáról, és ők ütögetik a vállunkat, és közel hajolnak hozzánk, mint bármelyik budapesti éjszakában, és azt sutyarogják a fülünkbe, hogy ez egy nagyon jó film, és hogy ennek még lesz jövője, ez egy elképesztő érzés természetesen. Egyébként ezek a hollywoodi partik, amiken az ember ilyenkor részt vesz, ezek ugyanolyan dögunalmasak, mint egy-egy magyarországi hasonló parti, ugyanúgy unják a színészek, ugyanúgy unják a rendezők, ugyanúgy a babysittert hívogatják, hogy menjenek már haza, mert nyugos a gyerek, vagy van valami különbség, hogy kicsit bulvárosabb dolgokat is kérdezzek azért. Igen, hát biztos, hogy ennyire nem látunk bele. Mi voltunk már olyan hollywoodi bulin, mi magyarok, hogy úgy mondjam, tehát a stábból, producertársammal, ahol halálra untuk magunkat, és azon nevetgéltünk, ahogy László is említi itt a cikkben, hogy ez sehol, ez mindenhol a világon ugyanúgy, hogyha egy buli rossz, akkor teljesen mindegy, hogy ott van a két bláncsát, vagy nincs ott, az a buli az rossz. Igen. Tehát, és természetesen, hát, mi nekünk pedig, hát akik, hogy is mondjam, feljöttünk a nagyvárosba, és ott úgy körbenézünk, hogy mik vannak, hát mi persze kapkodjuk a fejünket, és testőrök, és minden, szóval ehhez azért még azt gondolom, hogy nem sikerült hozzászoktatni a szemünket, de lehet, hogy például a rendező már ugye olyan sok helyen volt, de lehet, hogy ő már önöknek már sikerült. Igen. Azért az nagy pillanat lehet egy hollywoodi partin, hogy Charlie Sheen kijön a budiból felálló hajjal. És aztán a hír igaz, amit látunk a sajtóban, azért a hír igaz, két brutál pornószínésznő. Fogalma nincs, melyik partinban megérkezik Charlie Sheen. Leszállóákban? Én. Na, hát Gábor, kívánjuk, hogy ez az álom ez jó hosszú ideig tartson. Megéljetek minél több szép pillanatot, és egyben nekünk is szép pillanatot okozatok. Ezzel nagyon drukkolunk. Nagyon drukkolunk január 10-én is, és aztán a jövőben is, hogy hosszú-hosszú szép álom legyen. Január 14-én kell még nagyon drukkolni, az nap lesz az Oscar 5 bejelentés, tehát minden kategóriában ugyanígy az 5-öt bejelentik, és aztán, hogyha ott is bejelentenek valamit, csak két, akkor még február 29-én, és akkor utána megérjük, hogy visszaülünk az asztalhoz, és dolgozunk tovább. Jó, utána megvan, hogy lesz persze a saját csillag a Hollywood bulváron. Ez sokáig tart ez, igen. Aztán itthon majd a Király utcában a Pizza Hut előtt. Jó, az is csak egy csillag, érted? Igen, Gábor, drukkolunk, köszönjük szépen, vigyázzatok magatokra. Köszönjük szépen, Sipos Gáborral beszélgettünk. Na, nagy dolgok. Na hát azért ezek nagy dolgok, igen. Ha látta az ember a filmet, ha tetszett neki, ha nem, azért ezek nagy dolgok. Na, mutatjuk a beugrót, jó? Figyeljen mindenki, ez a feladvány. Ez a beugró a hármas ugráshoz. Ez az!
ez az! Na, jó volt. Kezdjük elkapni. Tegnap már elkezdtük, ma pedig már nagyon elkaptuk. Még egyszer. Jó, kell, mutatom, ezt meg lehet mutatni még egyszer. Egy hónap után. Egy hónap után. Én már nem tudom, melyik volt a dal és melyik az eredet. Írjátok meg, mit hallottunk. Kettő darab dal, kettő darab előadó. Ezt várjuk SMS-ben. És ha van kérdésetek, küldjétek. Így van. Mert péntek van, múlt héten elmaradt. Kérdések, válaszok órája. Amire kíváncsiak vagytok, amiben tudunk segíteni, amire úgy érzitek, hogy mindez ideig nem kaptatok választ. Pénteken az utolsó fél óra a tiétek. Nagyon őszinte kérdések. Helyek közül őszinte válaszok. Küldjetek nekünk bármilyen témában. Jó, próbálunk segíteni és megválaszolni minden kérdést 9 óra után. Szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük! Csak slágerek! Klassz FM! 4:10 lesz, pontosan egy perc múlva. Jó reggelt kívánunk, minden Morning Show hallgatónak. Mit keresel? Megölek, és megköszönjük ezeket az éveket. Nem buksik el. Nem akarom látni, hogy te összebújtok. Megölelt. Meg, ó, de aranyos volt. De akart valamit persze közben, a mézet. Tolok egy jó kis mézes teát. Igen? Persze, hogy legyen benne folyadék is, mert azt hiszem, hogy kb. Egy olyan egy és negyed órán belül már csak diplomata puding lesz a pocimban. Ne, nem akarom. Tényleg már tudod, hogy... Aha, mit... már írtak. Kedvence Erzsébeti cukrászdámból már jelezték SMS formájában. Ma diplomata puding is lesz. Aha, és akkor te erre mész, a diplomata puding nem az erre, az egész család találkozunk a határoltal, és mindannyian megy. És ez a program, hogy mentek diplomata pudingot enni? Ez egy ingyenség. Nincsen mindig, nagyon bonyja az előállítása, viszonylag keveset csinálnak belőle, elsőnek kell odaérnök. És miért nem is visz, hogy tegyenek el ötöt? Mert a kalandot is szeretem. Ahogy az adrenalin, nem ide odaér. Érted, hogy lefékezünk. Aha. Hogy bezárjuk az ajtót. És megy a vadon család diplomata pudingot enni. Elképesztő. Isten. Ilyen. És ma nem ettél semmit, vagy már két napja böjtölsz, csináltál beöntést. Tegnap például nem vacsoráztam. Felmentél egy gyertyapózba tegnap, és egy infúziós áványról beöntöttél magadnak, csak hogy minden testjárás. És így beöntésem mindenemet kitakarítottam. Megfeleljen a diplomata pudingnak, tehát erre mióta készülsz, mióta nem eszel, mert látom ma reggel sanyargatod magad is. Igen, hat óra óta. Tettem. Tényleg? Már készülök. Persze, hát a Gábor is mondta, hogy fel kell készíteni a gyomrunkat a várható traumákra. Már pedig ez trauma lesz, mert hogy egy mákszemnyi darabot nem fogok belőle hagyni, az is biztos. De miből áll a diplomata puding? Hú, nagyon összetett. Összetett? Akkor nagyon, nem mondom, annyira nem érdekel. Ott van egy kis rum benne, egy kis kandírozott gyümölcs, egy kis piskóta, nem kevés tejszín. Hú, nagyon jó. És ez a vadon családnál ez egy ünnep. Fé, hogy mennek, jó diplomata puding, érted? Az nem mindig van. Beülnek a kicsi autóba, leveszik róla a ponyvát, lerázzák a kis lábacskájukat, beülnek a kocsiba, és elindul a család diplomata pudingot. Irány elsőbe! Jani az anyósülésen GPS-szel a kezében, Mónika vezet, és mennek, megy a család diplomata. Nehogy elvigyék az utolsó. Indul a vadon család diplomata pudingot enni. Óriásiak vagytok. Komolyan. Kis manók vagytok ti, tényleg, ahogy éltek. Egy picit igen. Ilyen manó család. Manó, picit, igen, családi, nem? Szerintem. Manó család manó földéről, megy diplomata puding. Látnál, minket szerintem egyébként meghatónak tartanád, de amikor hogy nincsen időnk arra, vagy nincsen valamilyen komolyabb ilyen projekt, mint például a diplomata puding, és csak veszek mondjuk egy tálcás tiramisút, és akkor így, mivel nem akarom külön kiszedni őket, egyetlen dobozból leszünk meg hárman, és így egymás mellé húzódunk, így hárman, három kanállal, telefújom tejszínhabból a tetejét, és akkor mindenkinek megvan a maga kis sora. A jobb szélső része az a Móniéé, a bal szélső a Virágé, meg középen eszem végig. Atya is. És ha valaki átnyúl a másik sorba, azt akkor nem szaladunk. Nem, de azért nagyon tisztességes a kapcsolatok. Tisztességes, kényszeresek vagytok, azért nem okoztok egymásnak csalódást, hogy átnyúltok esetleg a másik sorba, vagy improvizatív jelege beleestek a másik. De nem is lehet egyébként, mert látjuk, hogy kinek mennyi jut, hiszen ezek úgy vannak-e átlósan elosztva ezek a kis tálcás tiramisuk, hogy látod, hogy hány darab van benne. Megszámoljuk, három felé osztjuk, és mindenkinek megvan a maga része. Jézus! Atya! Úristen! És ott tőlünk... volt még olyan, hogy egyszer kicsit, egy fél kanálnyit átnyúlsz. Volt. De abból óriási veszekedés volt. Három napig nem szóltatok egymáshoz. Igen. Na, nézzük a közlekedési híreket, jól? Mit írnak hallgatóink, mi a helyzet az utakon? Ki mit lát?
kivel mi történik. Az M7-esen a 132-es kilométernél mindkét irányba mérnek. Badzsú küldte nekünk. Csúnya baleset van még mindig az M5-ösön, az M5-ös elején Budapest irányában, a bevásárlóközpontnál, egészen pontosan az Osannál van, és emiatt terelnek. István elküldte nekünk, köszönjük szépen. Ráadásul álltok tömegbaleset és teljes útzár, rengeteg mentő, tűzoltó áll az egész, úgyhogy próbáljatok kerülni, reméljük, hogy nincs nagy baj. Ez a legnyomorultabb karácsony előtt balesetezni. Én 15 évvel ezelőtt, 3 nappal karácsony előtt törtem ezt a kocsit. A legnyomorultabb, tényleg vigyázzon. Annyira rossz érzés, hogy ott vagy, tudod, hogy menni kéne, tudod, hogy az egész ünnep más lesz, amikor van egy ilyen. Nem tudom, hogy júliusban jobban jön-e, de értem, hogy mit akarsz mondani. Nem jön jó, de ilyenkor nagyon rossz. Igen, nem ilyen, jó igen mindig igen, rossz. Igen, minden igen, karácsonykor meg pláne. Nagyon igen. Vigyázzatok. Andor utcában trafi van befelé, István küldte nekünk, méghozzá az Egér út felől érkezőket mérik a droidok, Droger is hozzátett egy picit István SMS-éhez. Azt mondja, hogy Sopronban az elkerülően a Boppájánál szintén trafi, és Gödön a kettes útnál szintén mérnek, úgyhogy vigyázzatok. Pécset a Komló úton, vagy a Komlói úton, a Komló felől érkezőket mérik, Robi üzente nekünk, Károly falvánál szintén trafi van a 37-esen, és a 4-es főúton Pilis belterületén a nagy kereszteződésben van egy baleset, félpályás lezárás, rendőri irányítás, úgyhogy ott is nagyon nehéz a haladás. Szenteste kórházban, amikor a feleségem kekstortát csinál. Kextorta. Na, jól hangzik egyébként. Nagyon finom, hozzak belőle nektek? Igen. Hát megbánod. Miért nem? Megbánod egyébként. De a Mónika csinálja. Fú, nagyon finomat csinál. Én nem vagyok annyira édeszájú, szívesen megkóstolok minden, de nem, nem. Nagyon, ez nem a gail. Tehát nem az a kategória, amitől, hogy eszel egy kanál, aztán pedig eldőlsz bal. És elmegy a látásom, 30-as lesz a cukrom, és megfogulsz. És kecskesót nyalsz utána. Igen, kómába esem, és nem tudom, mi történik, mert belehettem a vadon család kekstortájába. Egy ahónajad a nyalogatott, hogy sóziussal. Nem, ez nem az a kategória. Janék receptje, fogja egy kiló porcukrot, szord meg némi kristálycukorra, és tegyél bele egy kis sűrű csoki krémet. Tehát nem édes, akkor jó. Nem bírom nagyon az édes. Na, nagyon jó kis funkciót fedeztem fel a telefonomon, ami állítólag évek óta ott már van. Igen. És én ezt tegnap felfedeztem, és annyira örülök neki, hogy amikor SMS-t írtok... Tudod vele vakarni a hátadat, vagy a tárcsázás. Nem, amikor SMS-t írtok, és már beléptek valakinek a neve alá, és elkezditek írni az SMS-t, akkor megjelenik alul a smiley-jel mellett, ne attól függ, hogy milyen iOS-t használsz, egy pici kis diktafonjel. De nem ami a karakterek mellett van, hanem lent a smiley-jel mellett. Aha. Én ezt pedig nem használtam. Megnyomod, és szöveges formában neked begépeli az üzenetedet. Tehát azt mondja, hogy mikor jössz haza, hívjál fel, akkor utána ezt beírja, és tök jól írja be. Tehát nem üt mellé, és most ahogy hall engem, nem üt mellé, és ahogy hall engem, tehát most írja be, amit... Te most kétszer írta, hogy ahogy hall engem? Te most, igen, most már most téged is beírt, téged is beírt. Zseniális. Az enyém is beírja. Basszus. Mit? Ez hall engem? Komolyan. Mondjuk a Samsung, tehát félek, hogy azért az nem egészen pontosan írja. De gyerekek, ez zseniális. Nem egészen pontosan írja, beírja. De majd beírja. És nem kell többet SMS-t írnod. Azt elipszilons jével írta. Igen, telehelyes írásiból. Nem kell többet SMS-t írnod. Állítólag régóta van, én nem használtam, nem ismertem, és tegnap észrevettem, hogy mi a fene az ott a smiley jel mellett. Megnyomtam, és begépeli, mint egy diktofon. Egyedül nem kell írás jeleket kell esetleg pótolni benne, ha akarod. Hívjál vissza. Igen, de nem tesz fel kiáltó jelet, vagy pontot a végére. Kiabálj vele, hogy hívjál vissza! Hívjál vissza? Hát oké, nem te. Miért nem hívsz vissza? Nem tesz kérdélet. Zseniális kis program. Folyamatosan ír mindent. És folyamatosan nagyon ír kiabál, minden. Hívjál vissza, milyen eredetű hajamat, minden. És látod, hogy jól írja. Jó, tehát, hogy nem üt mellé. Régebben állítólag ez még sokat mellé ütött, és ezért nem használják. Zseniális. Na, ezt használjátok. Mi van a hétvégi parkolással? Azt mondjátok meg kell nekem. Holnap szombat fizetős, van, de munkanap. Fizetős, munkanap. Vagyis fizetek? Fizetsz, mindenütt fizetsz, ahol egyébként kell. Tehát ott a parkolóra dobjátok be, vagy SMS-ben indítsatok, mert csúnya vége lesz. Jön a piros zacsi. Igen, kell holnap fizetni. Tehát ha munkanap van, akkor azt szerint kell fizetned. Tehát, hogy fizessek neki. Jó. Valaki egy zseniális 3 éve létező funkció. Gyerekek, hát ne legyünk ennyire szigorúak. Hát jó. Hát most már ennyi idő volt, mint nekem átjön. Most hát... mi az első pillanatban minden funkcióját tudod, akkor hova további érdekesség, ugye? Le mindig újat felfedezni, ráérünk. Igen. Na, kezdjük a rovatot, jó? Kérdezz felelek, rovatunk érkezik már is.
Nézzük, hogy mit írtak a hallgatóink. Feri, jobb cigi nélkül a fogadást félretéve úgy gondolod, hogy nem fogsz utána sem dohányozni, ha már így kibírtad, kérdez egy hallgató. Ferenc, egy percben tessük. Nem jobb, vagy még legalábbis nem tudom, hogy jobb. Tényleg nem jobb? Nem. Semmi olyat nem érzek, ami, mondom, egyedül a futásban érzem, hogy többet. Hát az már jobb, hogy fölmész a tizedikre, nem liheksz. Az igaz. Szebb a bőröd, szebb a hajad. Nem vagy nikotinszagú, ezek nincsenek? Ezt nincs, nem tudom aláírni. Mondjuk ezt egyelőre nem látjuk. Nem lettem ettől a dologtól. Hiányzik, szerintem is sosem leszek igazi leszokott, mert állítólag olyan nincs. Tehát aki rendesen dohányzik, az azt mondja, hogy élete végéig mondjuk nem gyújt rá, akkor csak fölfüggesztette. Én nem a fogadás miatt csináltam, tehát nem ígérem, hogy vissza fogok szokni. De az se, hogy nem fogok. 22-én, ha jó fej vagy, rágyújtasz. Jön a nagy hajvágás, igen. Szóval, hogy nem érzed, hogy jobb. Nem. De én azt gondolná az ember, hogy ebben érzem. Életvitel szempontjából egy kicsit könnyebb utána. Hogy jobb egy kicsit, de egy csomó minden meg visszarángat. Tudod, a szép emlékek, amikor olyan gyönyörűen dohányoztam. Senki ne gyújtson rá, nagyon forró kávéval ültél a budin. Hát azt nem, bent sosem dohányoztam, WC-n én nem gyújtottam rá, én kimentem vele, de nincs meg ez a nagy felszabadító érzés. Ebből a szempontból egyébként elviselő több a Feri. Tehát most már tényleg nem okoz akkor a traumát bemenni utána a klottó. Csak előkerült húsevő dohányos embernél durvább nincs. Csak előjött meg így ez a dolog. Ez is szurkolok nagyon Ferinek, hogy hosszú távon is többet. Vegások ugyanúgy vagy. Többet smároltok? Eddig is nagyon szépen smároltam. A budi után éles. Azt mondta a béka. De az például, az arcán az a kötelesség tudat volt. Nem, hogy nem, meg azt mondta, nem ér, hogy én nem voltam ilyen homutartó szájú, ahogy dohányoztam sem, mert nagyon sokuknak ez a kifogása, hogy ez nagyon érződik. És valahogy olyan okosan dohányoztam annak idején, hogy nem ragadt meg a szaga. Még egyszer mondom, senki ne gyújtson rá soha. Senki, soha gyerekem. De te 22-ig nyugodtan. Jó, ha kérhetek egy dolgot. Tehát azért, hogy senki ne gyűjtsön, de te 22-ig lehetőleg gyűjtsön. Ha fekete listán van valaki, hogy lehet onnan lekerülni? Én ott vagyok? Kérdezi egy hallgató. Ezek szerint nem. Mert megjelent az SMS. Megjelent az SMS-ed itt vagy a fő falunkon. Onnan sehogy. Onnan sehogy. Na, ha egyszer valaki oda kerül, akkor onnan sehogy, sokan kerülnek oda, de onnan nincs visszaút. Mint a Csillagok háborújában, hogy a Jabbánál bedobálták abba a sivatag között. Így a sárlaktól. Oda, igen, soha nem kerülsz ki. Igen, de ne legyetek azért paranoiásak, tehát az, hogy nem kerül adásba az SMS-etek, az nem azt jelenti, hogy azonnal fekete listán vagy. Tök ráadásul az, hogyha valaki velünk nem ért egyet, vagy rossz napja van, vagy kicsit kötekedik, vagy más gondol, és az sem baj, ha valaki emelkedett hangvételben írja meg, vagy helyre tesz engem, vagy bárkit. Tehát itt nem arról van szó, hogy naponta százak ezre kerülnek fekete listára, és 4 SMS kapunk naponta, tehát több ezer jön. De tehát a fekete listának oka van. Nagyon indokolt, igen, esetben. A nagyon indokolt kérlek. Esetben kerül, ha valaki olyat ír, vagy úgy ír, vagy nagyon személyeskedik, vagy szóval, hogy figyeljetek, durvát kell írni ahhoz, hogy valaki fekete listára kerüljön, de onnan nincs visszaút. Mi is nagyon sokszor egy paraszt hajszállal túlmegyünk azon a határon, ami még úgy ízléses, meg ildomos, meg kulturált, de fekete listára csak az kerül fel, aki nagyon-nagyon túlmegy ezen a határon. Tehát, hogyha valakinek irgalmatlanul bunkónak kell lennie ahhoz, hogy felkerüljön a fekete listára. Ma került fel egyébként egy ember, csak mondom. Én is feltettem kettőt. Mindenki. Akkor nem egy. Jó, kezeket föl, kihányat tett föl. 8, 10, 13. Én egyet, de hát az egyszerűen minősíthetetlen volt. Igen. A Saul fiával kapcsolatban írt egy olyan SMS-t, amivel nem is minket bánt, hanem egyszerűen olyat ír, hogy utána már nem vagyunk kíváncsiak az ő véleményére. És ez ugye azzal jár, hogy utána nem tudsz nyerni, nem tudsz jelentkezni játékra. Igen. De higgyetek el, tehát azért tényleg, ha nem kerül adásba az SMS-etek, nem azt jelenti, hogy fekete listán vagytok. Aki írta, az sincs most még. De a kérdés után már azonnal ott lesz. Úgyhogy... Na, azt mondja, hogy Fási Ádám gyermeke a Zsűl. Olyan sokszor hallom, igen, az ő, igen, nevét. Honnan kapta ezt a nevet? Vasi kérdés. Hát ugye két gyereke, a kis Zsűlike. Van a Zsűlike, a lány és a fiú a Zsűl. Ő az eltitkolt. Ő az eltitkolt. Igen, te miért lettél Zsűl? A Balázsi Panna adta neked ezt a nevet, hogy Zsűl, tényleg? Tehát rád nézett és azt mondta, fiam, te mától Zsűl vagy? Komolyan? Nagyjából így történt? Te dolgoztál a Balázsi Pannával? A Vörcsárt Show-ba, Filippel, vagy hol? Volt egy ilyen műsor a Pannának, ezt a Vörcsárt Show Filippel és Pannával. Emlékeztek? Igen. Egy rádió műsor volt. Az még mi? Bridge vagy Duba Danubius? Vagy mi volt? Danubius. Danubiusban dolgozott a Panna? Tényleg? Te ott lettél Zsűl? Ott lett Zsűl. Azóta ő Zsűl. Sokan hiszik azt, hogy csaj vagy egyébként.
Cseh nem, hát ja, persze, csak mondom. Köztük a barátnőjük. Igen, de... Igaz az, hogy a Vodafone visszacsorgat nektek a küldött SMS-ek után, Frost kérdezi. Hát a nektek az túlzás, nekem csak, igen. Csak a Balázsnak. Igen, nem nincs ilyen, nem csorgat vissza semmit, ezek nem MLD-es telefonok, küldjetek nyugodtan. Hát csak visszacsorgatnak. Sőt, hát ugye van, aki ezt iMessage-ben is ugyanúgy megkapjuk, mi is interneten vagyunk, nem? Ugyanúgy, tehát hogy van, aki nem is fizet, ezért nem csorgat vissza semmit a Vodafone, nem kapjuk. Ez csak sima falra jön, tehát ez csak zöldben megyek. De ha esetleg valamelyik szolgáltató ezt forgatna a fejbe, hogy visszacsorgat, akkor ne fáraszt ezzel tudunk a programigazgatónkat, azt hiszi ezt, hogy is keressen meg közvetlenül. Egyenesbe, igen, ezért nagyon szívesen váltunk mi természetesen szolgáltató. Egy szabad szemmel látható összeget. Ülünk természetesen. Kérdezi valaki, hogy kezdjünk egy gyűjteni Ördög Nórinak a Kocka című műsorban, mert hogy mindig ugyanabban a ruhában van, áruljuk-e? Ennek egy nagyon egyszerű oka van. Ez egy technikai ok, egyébként én is néztem többször Nórit ugyanben a ruhában, de nem azért, mert hogy nem jó a stylistja, Nórinak egyébként kiváló a stylistja. Én is vele dolgozom, Lindának hívják, és nagyon ügyes. Egy stylistotok. Norival igen. Hát a stylistok dolgozhatnak több műsorban. Szokták kérdezni tőle, hogy mi van a Nóri? Sem, nem. Hogy miért kell felvennem a Nóri ruháját? Igen. Hogy, nem, azt nem kérdezi, azt szeretnék. Hogy miért adott megint Nóri magas sarkuját rám? Ebbe volt Nóri csak kockában. Most miért? Igen, ennek egy műsorkészítési, egy technikai oka van tulajdonképpen az, hogy bárhova pakolható legyen bárki. Amit én nem teljesen értek, hogy miért így csinálják, de ez is egyfajta műsorkészítési elv, ami azt jelenti, hogy mivel Nóri ugyanabban a ruhában van, így bejön mondjuk István játszik, és utána egy olyan játékos tesznek István után, akit nem aznap vettek föl, nem akkor vették fel, hanem 4 nappal később egy másik adásban, tehát kvázi szereplőket tudnak cserélni adáson belül. Mi az egy perc és nyelvt úgy forgattuk, hogy ha ott egy szereplő kiesett, tudtuk, hogy aznap jön egy másik szereplő, de őt átlógattuk a következő adásba, tehát az egész adás íve megvolt. Ki van az elején, ki meddig jut, és hol van a vége. A Nóriék műsorkészítői valószínűleg úgy gondolkoztak, hogy cserélhetőek legyenek az arcok, és ezért bárki után pakolható. Na most ezt, ha ugye különböző ruhában van, nem tudod megtenni, mert akkor csak adás után cserél a Nóri ruhát. Így tehát őt azt mondták, hogy akkor csináljuk az egészet egy ruhában, és bármelyik szereplőt bárhova tudjuk pakolni. Volt egy másik magyarázat is, mert ezt megkérdezték a TV2-től is, és valaki ott azt mondta, hogy a külföldi verzióban is egy ruhában van, ott egy férfi vezető a műsort, egy szürke öltönyben van már 8 éve, a csávó, talán egyszer váltott inget fehérről szürkére, hogy ne zavarja meg a kockának a nagyságát, a szuperségét, az, hogy, tehát, hogy semleges legyen a műsorvezető. Lehet, hogy ez benne van az úgynevezett Bibliában, igen. Igen. Tehát, hogy ez a forma tulajdonos ragaszkodott hozzá, hogy ezt így csinálták, ugye minden műsorhoz az ember kap egy Bibliát, ahol a forma tulajdonos leírja, vagy a formátum tulajdonos leírja, hogy kell ezt a műsort elkészíteni. Ez is lehet. Tehát én adásszerkesztésére gondolkoztam, ez egy valószínűleg ez az oka, aztán lehet, hogy a formátum tulajdonosa igen mondta, hogy itt ez a policy, hogy na, itt most egy ruhában kell lenni végig, mert ettől hivatalos, és ettől kocka a kocka. Ez is egy ok lehet. Egy mondatot még szeretnénk mondani, nem szervesen kapcsolódik ez a témához, viszont nagyon felhúztam magam rajta. Legutóbb beszéltünk ugye mi a kockáról és Nóriról, és természetesen a bulvár sajtó megint egy sajátos aspektusban hozta ezt a beszélgetést, az agyam elszállt rajta, ezt most csak komolyan mondom. Hát igen, hogy, ezt is mondom. Hogy véleményt mondunk egy műsorról, véleményt mondunk egy műsorvezetőről, de kihangsúlyozzuk azt, hogy ez egy olyan kritika, amiből adott esetben tanulni is lehet, kihangsúlyozzuk azt, hogy nagyon szeretjük az illetőt, és hogy sok sikert kívánunk neki, ehhez képest meg utána az interneten is, meg újságokban is azt lehet olvasni, hogy mi, hogy bedózeroltuk a földbe a Nórit, és hogy beszóltunk neki, meg hogy megtapostuk, és stb. Igen, közben nem, igen, bántó volt a dolog, illetve hát bántó volt, de már nem lepődöm meg, igen, Balázsék élőadásban szapulták, meg alázták, ilyen ostobaságokat írnak, félművelt ostoba, is magukat újságírónak mondó, ilyen félművelt ostobák, de tényleg. Miért a klikkelésért? Ugye ezt mindig a címet adják el így. Tehát most, ha megnézed például a mi dalunkat az Eurovízióra, akkor a kiskegyet.hu azt a címet tudta adni a cikknek, hogy hülyét csinálnak a köztévéből Sebestyén Balázsék. Na. Tehát, hogy ide süllyed az internetes újságírás. Most gondold el, csak azért, hogy klikkeljél a kiskegyet.hu-ra, de nem mondom, ettől én nem gondolnám, hogy többen klikkeljenek rájuk. Hülyét csinálnak a köztévéből Sebestyén Balázsék, tehát ez a legeslegalja. Mert hogy nincs erről szó. Tehát az, hogy mi egy más szellemű dalt nevezünk be egy dalversenybe, és azt mondjuk, hogy már egy kicsit elég a bizonyos típusú dalokból, és kicsit érezzük jól a munkat, nevessünk, és beadunk egy vidám,
a magyar virtusról, virsapról szóló esze viszom dínom dánom dalt, ez nem azt jelenti, hogy mi hülyet csinálunk a köztévéből. Hmm. Eszünk ágában nem volt, csak más szellemiségben készítettük a dalt, mint az a 300 előadó, aki egyébként benevezett. Igen. Ahogy tette ezt 5 évvel ezelőtt még Stefan Raab, hogy ő is benevezte saját magát, és elindult a versenyen. És igazad van, a Nórinál sem volt először, elmondtam, hogy élő műsorban egyébként a Nóri mennyire jó, hogy mennyire ügyes, hogy mennyire profi. Az ilyen típusú műsorok nem biztos, hogy az ő személyiségének valók, mert egy kicsit több empátia, más ritmusérzék, másfajta műsorvezetői kvalitások kellenek, és a Nóri ebben nem, viszont más műsorban nagyon jó, és mi nagyon kedveljük a Nórit, és én elmondtam, hogy egyébként drukkolok neki, amikor mi összefutottunk vele valahol, amikor ő még nem forgatta a kockát. Hát ráadásul nagyon jó. Ebből azt írták, hogy alázták, gyalázták, rugdalták, pedig a lehető legnormálisabban beszéltünk arról, hogy drukkolunk neki, hajrá, tök ügyes, csak nem biztos, hogy ez a jó formátum a jó műsorvezetővel. Lásd, mondjuk egy Tillát lehet, hogy jobban el lehetne képzelni egy ilyen típusú műsorban. Mi lett ebből? Én nem hallom megszólást, és még Ördög Nóri vagyok, és elolvasom, azt mondom, hogy miért nem ennek a Balázsik a fenében. Csak mondom, hogy a honlapunkon általában, sőt nem általában mindig fenn vannak a megszólalások, ilyenkor azért érdemes, még mielőtt valaki egy-egy ilyen cikkből kiindulva minket kezd el szapulni, vagy elmondani, hogy mennyire vagy el vagyunk szállva magunktól, mekkora köcsögök vagyunk, stb. Az menjen felelőbb a honlapunk, és hallgassa meg a megszólalást. Jó, hát tudod, elmenni ilyen internetes újsághoz újságot írni, tehát ez ma már semmiféle kvalitás nem kell. Tehát, hogy ki van adva, gyerekek, adjatok olyan címet, hogy klikkeljenek. Aztán utána, hogy ennek mennyi a valóságtartalma, azt már valójában senki nem ellenőrzi. A nagy baj az, hogy ugye te elolvasod, és nem mindig teszed mellé a megszólalást, és azt gondolod, hogy na ezek már megint mit csinálnak. Tehát mi úgy tudunk védekezni, hogy tényleg meghallgatjátok élőben, ami történt. Meg nem hisztek az ilyen típusú címeknek, mert ez szörnyű. Én már írnám is, hogy a földön fekvő ördög Nórába rúgott még egyet. Én most ezt újra írnám, hogy újra meg. Még egyet rúgott. Szegény Nóri ott fekszik, ez megrúgja. Így van. Bár nem, mint a Nóri egyébként feküdne, mert nem fekszik, csak ha általunk. A Morning Show pofozó GTV vált ördög Nóra. Így van. Hát, sajnos, igen, ennyire színvonaltalan lett ez az egész. Hát nehéz ezzel mit kezdeni. Ha írtok erről a sztoriról, megint, akkor legyen az a címe, kérünk benneteket, hogy Nórit szeretjük, titeket nem. Igen, Jani, gondoltál már arra, milyen lett Hapsival puszist? Gondoltam. Na ne. És? De meddig? Tengózni. A naphallgatói SMS-ét miért nem olvassátok be, ha nem veszi fel a telefon? Gyerekek, ennek egy nagyon egyszerű oka van, hogy én bevallom férfiasom, én ezt valamikor elfelejtem. Tehát a Csabit kérdezzük, hogy remek zenék, már fűz le az ember agyilag, 4 óra alatt mi azért elfáradunk, bár sokan mondják, hogy beszélni mindenki tud, de könnyű. Valóban így van. És egyszerűen ez egy olyan hiba, amit én sűrűn elkövetek, én ezt elfelejtem. Nem vette föl, jó, és nagy boldog most az arcomban, lezárom. Néha valakinek eszébe itt indeget, hogy te hülye olvast föl, de hogy sokszor ennek ez az oka, hogy tényleg. Egyszerűen elfelejtem. Azt mondja, hogy miért nem rakjátok fel Feri receptjét az Instára? Kopasz kérdezi. Mert az fotós. Cucc, hát, egy része. Én felrakom, hát küldött csak a fotót, mert ugye oda fotót teszünk, tényleg. Rakjuk föl? Hát nekem tőlem lehet. Ez jó, csak ugyanakkor meg az Instagram mindig el szoktuk mondani, hogy ott egy picit ilyen speciális tartalom, hanem a Facebookon ugye fenn van a Ferinek az oldalán is, meg a Morning Show-nak a Facebook oldalán is. Most nem azt akar mondani ezzel, hogy van ebbe ennyi? De miért? Igazad van. Nincs, mert ugye ott a recept a lényeg, azt hát meg a Facebookon találja meg, tehát arra simán el lehet érni. Igen. Az legyen a te játékszerem. Kicsit az Insta az én játékszerem, igen. Csak mondom egyébként, hogy lassan 80 ezeren vagyunk. Az Insta picit más szellemben készül, de Morning Show-val kapcsolatos dolgok is kikerülnek. Keresetek rá. Oda érted, a te bundás kenyeret kerüljön ki. Hát ne az enyém. Igen. Nem olyan. Igen, azt mondja, hogy... Naller lista van, akit mindig beolvastok, mindig nyer, és ezért visszacsorolhat nektek egy fél bögrét és egy nyakba akasztod? Nincs Naller lista. Laci kérdezi, nincs Naller listánk, igen. Azt mondja, hogy mikor lesz már végre mesztelen lovaglás, kérdezi egy hallgatók, nem írja alá, nem hiszem, hogy lenne. Sajnos nem sikerült átütnöm. Én egyszer a fiúkat kivittem a
egy lovardába, ahol én az akkori lovacskámat tartottam, Feri fölült. Lovacska? Igen. A 3 méteres óriás, aminek a tetejére, vagy akinek a hátára én is létrával váztam. És ott ültünk a Janival, érted, meg nem mozdulj, mert megőrülök. Figyeljetek, amit én meg ráütöttem a lóságére. Kihozták a lovat, én konkrétan fél órát álltam előtt, és vártam, hogy kimásznak belőle, odusszerű szék. Igen. Aztán bakot tartottunk, és az nem ló volt. Az egy nem tudom. Nem, hát ez valamilyen borzalmas aktusnak a következménye lehetett, hogy az az állat megszületett valamitől. Igen. Szegény anyja. Igen, hogy szegény anyja, két darabból varták össze. Nagyon helyes kis paci volt. Mesének hívták, nagyon szerettem azt a lovat. Nagyon jó kis ló volt. Aztán kóbászott belőle. De hogy is nem. Lesz. Jó kis paci volt. Használtásra. Nem, már nincs meg sajnos, de nagyon jó kis ló volt. Nagyon sokat mentem vele. Úgy kaptam meg azt a lovat, hogy nem mert kimenni terepre egyedül. Azt mondta, hogy ő az istálló célig elmegy, és nem megy ki. És fél évet kellett vele dolgozni, amíg ki tudtam vinni egyedül. És ráültök egy ilyennek a hátára? Az hagyján, tehát meglátta, hogy vége van az istállónak, vége van a karámnak, és elindulunk kifelé terepre, és két lábra állt a ló, és mondta, hogy nem. És fél év munkával sikerült vele elérni, hogy egyedül kimenjen menni terepre, ő félt. Ő félt a terepen, és nem akart kijönni. Egy ilyenben, hát hogy mersz felülni? De ez a lényeg, hogy el kell, hogy nyerd a bizalmát. Egy nagyon érdekes dolgot csináltunk aztán vele, és körülbelül fél év után a ló elsétált 30 méterre, 40 méterre, visszanézett, megint tovább vittem, visszafordultam vele, megint kivittem, és fél év után elindultam vele kifelé, azt mentünk. És műnyulakat dobtatok be elé oldalról? Aha, persze, belógattam előre. Na most megijedsz, mese? Nem, van egy módszer a Monty Robertsnek a suttogó módszere, amit alapszinten meg lehet tanulni elég gyorsan, és nagyon könnyen el tudod nyerni a ló bizalmát. Ez egy bizonyos feladat körből áll, hogy mit csinálsz te a lóval, és milyen feladatokat végzel vele, és ha ezeket megcsinálod, akkor napról napra el tudod nyerni a ló bizalmát. Érdekes. Érdekes. Hát a ló azért az egy speciális élőlény, de neki azért tényleg lelke van. Egy szakállas aggáma se kutya, de azért egy lóval kell foglalkozni. Igen, egy szakállas aggáma se kutya. Igen. Valással kérdezni, hogy Andy Vajna tényleg meg akarta venni a TV2-nek. Már téged meg akarta venni. Vagy nekem a TV2-t ajándékban. Ugye nem mindegy. Igen, voltak ilyen híresztelések a múlt héten, a bulvársajtó ezt valahogy felkapta. Sejtem is, hogy a dolog egyébként honnan indult, vagy kitől indult, de valódi megkeresés nem volt. Pletyka szinten én is hallottam. Meg az ember olvassa az Indexet, a comment.com-ot, meg különböző bulvár újságokat, hogy majd megkeresik az RTL-es műsorvezetőket, meg át akarnak bennünket csábítani. De nem tárgyaltam senkivel, és nem is volt semmilyen ajánlat, és nem is keresett meg senki a TV2-től. És fáj? Hmm. Rosszul esik, hogy nem keresett meg a Vajna? Hogy fáj-e? Hogy rossz-e? Vagy úgy hát fájdalmat nem éreztem. Már nem, jó, most nyilván a szó nem. De hogy a kérdés nem ez. A kérdés úgy jó, hogy ha megkeresnének, leülnék-e velük? Igen. Segítek. Mennyire keresne meg? Mennyire keresnének meg, és mit ajánlanak? Nézd, én azt gondolom, hogy elmenni egy ajánlatot meg lehet hallgatni. Tehát, hogy egyrészt az ember nyilván megtudja, hogy a érték, hogy ez most piaci érték, valódi érték, vagy nem piaci érték, ez egy érdekes kérdés. De ha fölhívnának a TV2-től, hogy üljek le velük, és van egy ajánlatuk, meghallgatnám, ahogy megtettem én ezt az elmúlt pár évben egy csomószor. Mert volt már arra példa, hogy tárgyaltam én a TV2-vel, utána én ezt mindig elmondom az RTL-nek egyébként, a gyerekek tárgyaltam, de meghallgatnám őket, hogy mi az, amit mondjuk a 2016-os, 17-es évre mondjuk ők ajánlani tudnak, és ez nem feltétlen anyagi ajánlatot jelent, hanem műsor ötlet, kivel, milyen emberekkel, hogyan képzelik el mondjuk a jövőt. Meghallgatni meg lehet, persze. Meg most név Gyógyi a sebeire, hogy úgy hívjuk, hogy Andy meg szeretné venni Timinek karácsonyra Balást. Attól függ, mit kell csinálni. Egy csörgő sipkában kell. Igen, az átmenettel az már egy másik kérdés, de nyilván. Tehát, hogyha az ember kap egy ajánlatot, hogy elhívják egy ilyen tárgyalásra, akkor persze, természetes, hogy szerintem az ember elmegy és elmehet, hát ebben nincsen semmi rossz. Aztán kérdés persze, hogy hogyan tovább. Na, Jani, tényleg igaz, hogy mi van veled? Júj, de jó. Zárjuk egy ilyen viccessel. Jó, ja, persze. Válasz? Hát, hogy mint. Néha így, néha meg nem. Igen. Jövő héten pénteken folytatjuk, nagyon sok kérdés. Jó, ennyire jutott ma idő. Drágák vagytok, köszönjük szépen, hogy ennyire érdeklődtök.
De most alapvetően úgy, ahogy. Meg. Hogy nem. Szoszó. Hogy nem. Szoszó, igen. Játszunk egy hármasugrást, már is itt van a játékosunk. A hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Megvan az új címlap, Balázs érdekes dolgokat csinált a lóval. Írjátok meg mindegy már. Halló, jó reggel! Halló, sziasztok! Hello, Renáta! Szia! Igen, Reni vagyok, sziasztok! Reni. Hello, Reni, hol hív, honnan hívtál minket? Miskolcról. Miskolcról. Mit csinálsz? Dolgozom épp. Mit? De mit dolgozol? Rendőrségen. Ó! Kuncsaft vagy alkalmazott? Alkalmazott. És mit csinálsz a miskolci rendőrségen? Ügyintéző vagyok. Ügyintéző. Igen. Milyenek a kérdések, Jánsua? Szerintem, hát közepes. Oh. Na nézzük. Jajjaj. Nyakbalkasztóért így szól az első kérdés. Illetve nem, bocsánat, gyorsan előtte mondd el nekem, Renáta, mit hallottunk, jó? Karamell és back to black, így van, volt benne. Jó a válasz. Oké, köszi. Na figyelj, ki alakította Columbus Kristófot a Paradicsom meghódítása című filmben? Itt vagy? Igen, itt vagyok, gondolkozom. Gondolkozunk. Be van kötve az internet a miskolci rendőrségre? Ha úgy kezdte, nincs internetetek? Ne csináld, komolyan. Ügyintézőnek nincs internet hozzáférése. Minek? Nehogy internet ezért munkaidőben, azért? Igen. Gyere, milyen szigorúak a miskolci rendőrség. Lenyúlták az optikai kábel. Ez egy nagyon-nagyon ismert film. Igen. Gerard Depardieu-vel a főszerepben. Nem láttam. Nem, sajnos. Még azt is megmondom neked, úr is, ez még 91-es, 92-es nagyjából ott láttam, az Uránia moziban láttam, sose felejtem. Akkor születtem, úgyhogy akkor nem láthattam. Jó film, Gerard Depardieu. Hát sajnos, nem tudtam. Köszi a játékot, puszilunk. Én köszönöm. Meghitt, áldott, békés. Azt mondtuk csak jövétem, bocsánat, jövő héten. Akkor puszi. Sziasztok. Ciao, elő. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. A kedvenc karakterem belőle Moxika. A spanyol Grand. Uh-huh, ez tök jó. 3-4-10 van pontosan. Jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Hölgyeim és uraim! Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 10 perc van pontosan. 10 óra. Csak mondom, hogy Feri rájött, hogy ha az SMS írásnál, tudom, ez egy 3-es funkció, de imádom, belelépsz az SMS írásba, és elkezdesz gépelni, és megnyomod a kicsi kis diktafon jelet lent, és bemondod neki, hogy pont, belerakja a pontot, és a kérdőjelet. Minden. Zseniális. És vannak olyan káromkodások, amiket felismer. A tiéd, a Samsung, az iPhone beírja. Nálunk nincs cenzúra. Cenzúra, ez az. Igen, a Samsungnál nálatok van. Cenzúrázik a telefonod, igen, Jani telefonja nem engedi a ronda szavakat. Zseniális, a smiley-jel mellett a kis diktafonjel beírja, hogy hová mész kérdőjel, akkor hová mész után kirakja a kérdőjelet. 3-4 éves funkciókra jövünk rá, elképesztően. Nagy felhasználók vagyunk. Csak mondom egyébként, hogy az én Android alapú telefonom olyan okos, hogy azt mondtam, hogy köcsögök, és ő nem azt írta be, amit mondtam, hanem amire gondoltam, hogy csöcsös milfek. Azt hittem, azt írta, hogy diplomata puding. Diplomata puding. Indulj, Jani, diplomata pudingot tenni. T-40 perc. Ugye, egy órán belül már ott vagyok. Én annyira boldog vagyok. Egy órán belül ott vagyunk, pontosan. Kérj egy adagot, ha eláll, hozd el nekem hétfőn. Életemben nem ettem még diplomata pudingot, soha. Zseniális. Na, mutatjuk gyorsan a nap legjobb pillanatait, miről is volt szó. Fölhívtuk Nógrádi Györgyöt, hogy meséljen nekünk Putyin kijelentéséről egy kicsit, mert hogy Putyin bejelentette, nem szeretne atomfegyvereket bevetni a terroristák ellen. Hát nyilván kevés lehetősége van erre, mégis próbáltuk Nógrádi Györgytől megtudni, hogy mennyi lehet ennek a valóság alapja, fenyegetni akar, ha igen, akkor kit, egyáltalán miért tesz az orosz elnök ilyen kijelentéseket, hogy nagyon sajnálná, ha atomfegyvert kellene bevetnie, és reméli, hogy erre nem kerül sor. Erről beszélgettünk, valamint arról, hogy egy 6 éves gyermek az iskolában érdekes házit kapott, mert arra kérték, írja le otthon, hogy mi az, ami fel
az ő agyát. 6 évesen a gyerek egy ilyen típusú fogalmazást kapott, és megkértük a mi hallgatóinkat, hogy írják meg nekünk, mikor szembesültek először, és pontosan mi volt az a lecke, amikor rájöttek, hogy nem tudják megoldani a gyermekük házi feladatát. Környezetismeret, kémia, matematika, bármi lehetett, azt kellett elküldeni nekünk, hogy hány éves volt a gyermek, és mi volt pontosan a feladat. Hát mi is megszenvedtünk. Hát ennyi szóval, de azért volt egy pici sikerélményünk is. Egyik másikra tudtuk a választ. Így van. Na, jönnek már is a nap legjobb pillanatai. 10 óra múlt egy perccel, gyorsan elköszönünk. Mi a recept? Melyik az a húsféle, aminek a legmagasabb a vastartalma? B12 tartalma minden más. Marha, vörös hús. Nem, nem allergizál, tehát a ételallergiások ehetik. Még mindig nem vagytok meg. Most jön eszenciális aminosavakban pedig a leginkább. Na melyik ez? Akkor ez valami hal. Most nem? Van benne? Nem tudom, de nyárson forog. Így van. Nyúlhús lehet. Jaj, te hülye vagyok. Hát az aranyos kis húsvét nyúlat kupán lehet. Így van, csak tarkon lesz. Lehet már csomó helyen kapni. Én most egy nagy bevásárlóban láttam. Egy nagyon egyszerű, aki egyébként irtózik ettől, hogy nyuszit egyen, az megcsinálta, hogy csirkéből is odaírtam, de tényleg nagyon egészséges. Nincs benne semmi zsír, se koleszterin, csak a nagyon finom hús, és egy ilyen mustáros ragut csináltam belőle. Ez van, tessék. De jó. De ha van fotód róla, küld át, felteszem az Instára is. Nem kell, ne koszoljuk össze az Instára. Dobd de hát, ha szeretnék, tegyük fel. Úgyis régen tettem föl képet, most nem, most egy ideje nem volt semmi. Igen. Hello, Csabi. Hello, Stock Stavas. Ha miért nem készíted el, lefotózod, azt készhet ilyenek. Egyébként meg, na. Csirke mellett. Ferinek meg lehet neked is. Hívjuk gyorsan a naphallgatóját. Aztán még van egy-két dolog. Mert nem vagyunk a 30-ban, vagy nem vagyunk benne közben. Ezt nem tudom. Én nagyon néztem, kerestem a neten, nincs még kint. Nincs? Nincs. Még vacilálnak. Morning show. Az bizony! Jó reggelt! Hello! Jó reggelt! Bravo! Hello! Na, senki nem írta ide nekem, hogy melyik SMS-sel lettél az? Mert én kijelöltem, csak nem találom. Csicsolinás SMS-t küldted nekünk? Igen. Azt írta nekünk, Csicsolina és olvasta a suttogós könyvet, csak a ló rossz végén kezdett el suttogni. Szép kis SMS. Szép kis SMS. Te vagy a nap hallgatója, ezzel gratulálunk. Köszi. Hol hallgatsz minket? Jászberényben. Oda is elküldjük a csomagot, jó? Okay. Köszi, ciao. Hello. Sziasztok. Egyébként írják, hogy a szarvasban van a legtöbb vas. Igen, igen, de ez nem túl jó minőségű. Csabi, hello, mi újság? Szevasztok. Fogok nektek megint hozni karácsonyi dalt. Jó, mert te jó. Szuper. Mert nagyon kedvelitek. Mm-hmm. És már mondom is, mert látom, hogy egy kicsit meg vagytok csúszva. Leona Louise, aki egy csodálatos énekes, tavaly előtt egy olyan albumot hozott ki, ami csak karácsonyi dalok vannak. És erről most a One More Sleep címűt szeretném nektek. Nagyon jó. Mert annál is inkább már csak egyet kell aludni, és aztán kiderül, hogy jövőre magyaroké lesz az egész év, ugye megnyerjük a Globust, aztán majd az Oscart, EB-t, mindent. Eurovíziót. Annyira jól hangzik. Te most beszélj gyorsan ennél fontosabb dologról, hogy vasárnap mit fogunk csinálni közösen együtt a Noé-ban. Hát megajándékozzuk az állatokat. Így van, megajándékozzuk az állatokat, mert állatok karácsonya lesz, minden évben megrendezik, és ez egy nagyon cuki kis rendezvény, mert hogy oda lehet menni az állatkákhoz, és mindegyiket adott esetben kiválasztasz magadnak, egyet személyesen odamész, és akkor megajándékozod egy személyre szabott ajándékkal. Ugye Budapest Csorda Kót utca vége, 17. kerület, ott a közelben laknak Csabiék is, és gyertek be hozzá, 13-án vasárnap 11 és 15 óra között lesz ez a kis rendezvény. Mi is ott leszünk, megajándékozzuk a kicsiket, meg a nagyokat, meg a közepeseket. Jól van. Mindenkinek szép hétvégét kívánunk. 555-55-00 a telefonszám, ha szeretnétek Csabitól dalt kérni. Hétfőn jövünk 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Sziasztok! Ez volt a műsor, amelyre az ország